Ez itt a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Sebestyén Balázssal, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival. Itt a Klassz FM-en. 6 óra múlva pontosan 9 perce. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Hello Feri, hello Jani. Jó reggelt. Drága hallgató. Hello, hello. Hello mindenkinek. Hú gyerekek, nagyon kiszámoltam. Már szólt a kis szignálunk. Mi az a Rudi? Miért nem nálam van? Vagy miért nem a hűtőben? Nem, nem. Miért nem a hűtőben van? Az káprázik a szemed. De már az nem mered berakni. Mi? De csak eldugom. Eldugod? Eldugom. Nagyon óvatos vagyok. A hűtőben? Igen, mindig berakom ilyen izét, ilyen 12 éve ott heverő uborkák mögé, amikhez már nem nyúl senki. Hozzájuk sem mer érni senki, nehogy elkapjon valamilyen nagyon furcsa fertőzést. És azok mögött vannak az én kis rudiaim. Most árultad el magad, holnaptól az lesz, hogy uborka. Nem, most ez volt a terelés, mert valójában azok szintén, mondjuk nem 12 éves uborkák, hanem csak 6 éves rudik, amiket oda rejtek. De azért már, hogy nem már fura, hogy ott van Rudi nálad, és nem itt van nálam. Tehát ez most véletlenül behoztam. Már nem is tudom ezt hova tenni. Na mindez, azt akartam mondani, hogy 6 órakor addig még... Jednek gyorsan. 6 órak még az Ákos elkezdte mondani híreket, és még a lány mennyisít feljárójánál voltam, úgyhogy teljesen reménytelen volt. Nem igazságos, hogy egyszer van reklám, és 6 óra 14-kor kezdünk, egyszer nincs reklám, és 6 óra 8-kor. Nem korrekt. Nem korrekt veled szemben. Nem korrekt. Itt egy pontos ütemterv van, ami alapján az ember behalad dolgozni. Hát nem... Mennyi idővel kéne előre szóljunk, hogy van-e reklám, vagy nincs? Hát reggel az indulásnál. Nagyon-nagyon-nagyon takra. 6 óra 40 hétkor, nem, 5 óra 47-kor vagyok az első lámpánál. Aha, jó. Tehát ha az előtt megjön az info, akkor még tudsz igazítani. Akkor még tudok igazítani. Zsül, hányra jössz be? Nagyon jó. Félkor egy SMS-t küldesz a Balázsnak. Ennyi, gyerek. Jó, 3 perc reklám. Ez az első lámpa, ez azt jelenti, hogy az autónak az orránál akkor kerüli meg. Érted? Akkor ez az első lámpa. Nem, az az olvasó lámpa. Meghúzok egy zsinort, hogy jönnöm kell. Olyan pontos az ütemterv, hogy én nem is értem, miért így számolom ki. Valami egyszer becsúszik, egy hosszabb lámpa, vagy egy villamos keresztbe, akkor 10-ből 10-szer elkésem. Adrenalin. Egyébként kell, az lehet, hogy az kell. Reggel hiányzik az adrenalin. Igen. Én például, hogyha az első járatot, ami gyakorlatilag az utolsó busz, amivel jövök, nem érem el, utána elkezdek izgulni. Holott marhára nem kellene izgulnom, mert ha még utána jövő villamos, után jövő villamos, után jövő villamossal jövök el, akkor is beérek. Ennyire ki vagy biztosítva? Aha. Vagy be vagy biztosítva? Be vagyok biztosítva, igen. Mert szeretem így ilyen szépen, lassan, komótosan tenni a reggeli dolgaimat. Nyugodtan megkávézni lent a pékségben, kavargatni, fújogatni, nézelődni. Mit nézel reggel? Figyelj, csomó ázsiai csaj jár, én nem tudom, hogy miért. Ja, már megyek is. De tényleg, nagyon fura egyébként, mint hogy egy ilyen csomó pont lenne, nem is tudom, hogy hol lennék. Tehát nem a Népligetnél lennék, hanem mit tudom én, Pekingben, egy autóbusz pályaudvaron. Rengeteg ázsiai fiatal járkál erre. Én nem tudom, hogy mi az összefüggés a Népliget és az ázsiai populáció között, de hogy így tök érdekes. Mondanám, hogy holnap reggel kérdez meg, de hát ugye csing-csing. Csengcsing, nem biztos, hogy... Ha látod, ahogy mondod. De ha te is leülnél felé, látom, hogy nálad nincsenek hiányok. Mikor így ébredek reggel, hogy te mondod, akkor rájövök, hogy sokkal jobb úgy, hogy kényelmesen megiszod a kis teádat, elkészülsz. Tök jó minden. De és rájövök, hogy miért nem így kelek minden reggel. Aztán... Én este, amikor be kell állítani az órára a csörgőre, akkor hogy 5-4, vagy 4-40, vagy 5 óra, vagy 5-10, tudod, igen. Akkor inkább az 5-10-et választom, de ez a kényelmes elkészülés, egy jó tea reggel, nem rohanás, újságátolvasás, internetezés, ez mindig jobb. Viszont reggel, amikor az ember eldöntheti, hogy föl kell, amikor megszól az óra, vagy még 20 perc undi, akkor nem. Hát akkor ott a szundi az győz. Az elég erős mágnes, nem? A 20 perc szundi. Kiszámoltam ma reggel, mert egészen éber voltam, 9-szer szundizik az órán. Ha ezt egyszer, ez nem, ha valaki erről 9-szer, meggyőz. 9-szer szundizott, direktszer 1. Nálam max 2. Max 2, ez 4 hány percet jelent. Szundizik? Van egy ébresztése, több ébresztése van eleve beállítva. Aha. Van egy 4.40-es, van egy 4.50-es, van egy 5-ös, egy 5.10-es, tehát hogy sorba ugye be lehet állítani. Nekem mindig be van állítva, és ugye mindegyik elkezd aztán még ugye szundizni. Aha. Tehát itt ilyen 2 percenként. Tehát 4.40-től 5.10-ig, amikor tulajdonképpen egy pihentető fél órás alvást csinálhat, ott már én szundizom. Ehelyette csesződsz a telefonoddal. Én ott már szundiba vagyok. De miért? Hát aludj 5-ig. Mert lelkileg fel kell készülnem az ébredésre. A felkelésre. Uh-huh. Rá kell, el ugye, kell hogy döntenem, hogy... Ugye, hogy a képek, Feri.
Igen. Jani. Igen. Zsűr. Igen. Anna. Tudod? És akkor így bevillanak, és akkor mindig így nem. Most biztos nem. Biztos szombat van. Biztos nem kell bemennem. Bevillannak képek az előző adásról, bevillannak már, hogy jó kedvem vagy rossz kedvem van, jó napom lesz vagy nem, ezzel együtt nektek is jó napotok lesz-e vagy nem. Ezt már felkerésnél érzem. Ha mondjuk kész lenne a tejád, mire lejössz a hálószobádból, az dolgokra, akkor arra megyek reggelente. Nagyon jó lenne. Még Jani kiülhetnénk a teraszra, ihatnék egy teát, nézhetném a madarakat, hallgathatnám a rigókat, és az egész valahogy máshogy indulna, de ilyen kaotikus mindig, mert minden egy percre van kiszámolva pont. És ez most már megint rájöttem, hogy nem jó. Tehát ma nem bírok rajta változtatni. 5-10-kor másztál ki, 4:40-től 5:10-ig ébredtél. Csináld azt, hogy 4:55-kor beállítod az órát, fölkelsz, és van egy negyed órád, aludtál is egy negyeddel többet, negyeddel korábban fölkeltél, van idő teázni, madarat lesni, na? Nem tudom megcsinálni, ez a megszólal az óra és fölkelek, ezt továbbra se bírom. Egyszerűen képtelen vagyok rá. Szól az óra, fölkelek. Hát mit csinálsz még? Szóval az a fölkelsz. Visszanyom és elkezd gondolkodni. Felkészülök a felkelésre. Nem tudok fölkelni. Pedig tök jó lenne. Nem hát jó, hát. Csak mondjuk ez a 30 perc, hogy nettóba, hogy mondjuk ebből 25-öt megspórolhatnál alvásra, akkor azért az jobb lenne, mint 2 percenként inni. Igen, ez a... És mindig ilyen rekordgyorsasággal kell kinyomlom, hogy a gyerek ne hallja. Tudod, tehát ebben még az is benne van, hogy van, amikor már úgy pihenek, hogy a mutatóujjam az rajta van a némitogomban. Jaj, borzasztó. Mint Lenin a mauzóleumban, ahogy te szoktál, itt van a mellemben a telefon. Igen. És abban például rányomok. És itt már egy ilyen reflexjáték, hogy tudom gyorsan kinyomni a szundit. De az mondjuk pici boldogság a nap elején. Az nagyon jó, hogy nem támad a telefonom, akkor meg ilyen rémült keresés a sötét szobában, hogy hol van, hogy kinyomjam a szundit. Úgyhogy, és akkor indul az előzgetés, tudod, a rohanás, az izgulás, már az Ákos a híreket mondja, már az időjárás. Akkor reklám, van-e reklám, vagy nincs? Hallom a színát, hogy 13 vagy 12 aluliaknak nem, és akkor tudom, hogy olyankor már ez most vesztett. Kezdett hibáztatni a többi autóst? Ne, őket soha. Nem? Ők nem tehetnek róla, nekem kéne időben indulni. Na jó, de ott vagy már, az Ákos mondja az időjárás, te még a lágymenyösi másik oldalán, akkor nincs ez, hogy menjél már, miért itt mész, miért nem a szélsőságban. Nem, magamat szídom mindig. Igen? Jó, ők nem indulok el előbb. Na mindegy, gyerekek, de itt vagyok. És? 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 Még nem volt késésem. Hát idén azt nem mondom, hogy idén nem volt, mert volt. De egyébként hogy... meglepően sokat fejlődte ezen a téren. Az elmúlt 15 évben. Viszonylag lassú lépésekben fejlődsz, de fejlődsz. De most mondd meg. Ezen a téren. Nem tudnád megmondani az utolsó késésemet. Nem. Fogalmam sincs. Az utolsó hó esett, és nem tudom kinyitni a garázskaput. És Jöttek az ünnepek, igen. Tél volt, és hó esett. Ilyen mindenféle ilyen lehetetlen kifogásokkal ellátott ilyen nyomorúságos késés. Nem. Megszűnt. Nem volt. Tesó. Nincs. Van ilyen tesó. Nincs. Van ilyen tesó. Ennyi. Igaz. Mint ahogy a Feri által prezentált reggelik is megszűntek, nem? Hát. Igaz? Jó, de ő már fitnesspápa. Nem, mert nem tudok hozzá. Ez is igaz. Hoztál magokat? Elszóltam neked. Igen, hoztál egy negyed kiló szerzál magot. Ma mit teszel? Pirított tönköly teszel? Zabnyákkal, mangó salátával? Nem. Haló. Nem hűltem meg. Te, aki futsz, te igen. Mit csinálsz most? Fejben futsz? Most mi van? Nem hűltem meg, tehát én ugyanúgy eszem, mint eddig. Most mi lesz? Gyönyörű csülkök és kolbászok vannak ugyanúgy a kamrában és a hűtőszekrényben. Ma mi az ebéd? 10 deka futás és 20 deka négy ütemű fekvő támasz? Több futás van, kevesebb négy ütemű. Utána 10 gram zabnyák? Nem, és már csak fénnyel táplálkozom. Nincs zabnyák, én nem eszem ilyen vackokat. Na jó, nem eszem vackokat, ez a fussanak a szegények meg. Ez ugyanúgy indult. Ez a fusson, akinek öt anyja van, mert gyere, Bali, ígyunk egy fröccsöt a célnél. Így van, aztán kiderült, hogy neked is öt. Igen, aztán kiderült, hogy te már nem iszol fröccsöt a célnél, már hogy te már futsz. De te már tegnap, amikor célba. Visszafutottam, akkor gyönyörű fröccsöket ittam otthon a teraszon. Semmi bajom nem volt tőle. Tehát nem, azért minden ne végezzünk már ki, tényleg. És mi volt a reggeli tűztek a felülés? Nem, persze. Rohatáruló. Húzdek a 30 deka. Húzdek a 30 deka? Húzdek a 30 dekából. Ez volt? Melűső bicep. Nem barátkozom vele. Nem, én örülök neki egyébként, mert hogy érted, itt liegnek már a nyakamon ezek a fiatal feltörekvő fitness pápák, érted, és így nagyon össze kell kapni magamat, hogy tartsam a távolságot. Melyik fiatal fitness pápa? Hát rád gondoltam, ja. Fere. Jó. Érted, tehát, hogy inspiráló, amikor így hirtelen
megébrednek testek, megébrednek emberek, megébrednek tudatok, igen, 40 éves távolságból, és akkor rájönnek, hogy be kell pótolni azt az elmaradt X évet, és hogy fel kell ismerni a lehetőségeket azokban a torna gyakorlatokban, amiket annak idén elsúnyogtak. Aha, és akkor te ilyenkor gyorsabban és futsz? Hát én kell arra gondolok, hogy érted, hogy a Feri megint volt kint tegnap, én meg nem. Úristen, ki kell mennem, látod? Hagyjatok, ne ölelges virág! Ne húzódj hozzám, Móni, ne cuppanj az arcomra, takarodj kutya, kusine, hessinen cica. Látod? Érted, tessék, nekem ki kell mennem. Inspiráló, ki kell mennem, csinálok. Futnom inspiráló, kell. Nézd meg. Hát, tegnap a párába kiment az így a test. Én elmondom, hát nekem mennyire volt inspiráló, hogy mennyire elárultál meg minden, az egész hitvallásunkat a futással kapcsolatban, és az egész életszemléletünket. Ahhoz, azzal, hogy tudj valamit támadni, ahhoz, hogy tudj valamit támadni, ahhoz meg kell ismerned nem, az ellenséget. Nem tudom elfogadni. Érted? Meg kell ismerned az ellenséget. Most akitől földelítem. Nem vártam, hogy futni kezd, azt te bármi más, de hogy te, aki... Te, minden nap még így jövök be, hogy erről még beszélni, ezt ki kell beszélnem magamból, hogy harcostársam voltál a futók ellen. Most is ott vagyok veled. És erre mit csinálsz? Megismerem futsz a másik oldalt, hogy aztán annál erősebben tudjunk azok ellen menni. Már nem tudsz többet a futók ellen menni. Hát neked oda van. Oda az érrendszered. Nem, ha abba hagyom, akkor nem. Te mehet fogsz mondani. Mert később, amikor hosszú távú triatlonista lesz, akkor meg már viszont tényleg a futók ellen fog tudni menni. Mert a futók akkor már, a szimpla futók már csírák lesznek. Igen, mert mi kerékpározunk. Igen, na így is. Letöltöttem a 10K runnert. Na. Így van. És fejvel lefutottam az egész három hónapot. Mennyi idő alatt? Elkezdtem nyomogatni. Figyelj, minden fejben dől el, tehát hogyha fejben lefutod, akkor lefutod testben is. Elkezdtem nyomogatni, és végignéztem, hogy mondjuk két hónap után már ilyen 20 perc futás, másfél perc séta, 20 perc futás, másfél perc séta, így áll össze a 10 kilométer, és ott van. 52 perc alatt lefutottam, teljesítettem, és megnéztem, hogy milyen, el is indítottam, és megnéztem, hogy milyen etapokba kell lefutni. Először ugye úgy indul, hogy melegíts be 5 percet. Aztán fussál 20 percet, és pihenjél 2 percet. Ez már a legvége, a 10 kilométeres felkészülésnek. Én tegnap ezt futottam le, tessék. Az mi volt? Na, tudtam, hogy tegnap is kiment. Majd megdöglöttem, olyan pára volt egyébként. Figyelj, és az hogy melegítsen mondjuk 5 percet, aki egyébként 4-et szokott futni? Az a melegítés, hogy 5 percet sétálsz ebben a programban. A cipődik. Ne, hát vagy az, igen. Én mindig 30 perc futás. 30 perc futás, 5 perc séta, 15 perc futás. Ez volt tegnap. 2 perc hányás. Nem, még nem hánytam, képzeld el. Nem? Nem, kell. Az a jó futónak ismérve, hogy lerókázzam. Mindenképpen. Na ma este. Próbáld ki. 30 perc futás. Aha, beteg vagy. Nagyon jó volt. Te beteg vagy. Esküszöm. Esküszöm, hogy jó. Mikor... Nem fogok tudni már neked semmit elhinni, mert nem tudom, hogy közben valójában megint hazudik. Valójában mi történik, érted? Valójában mi van? Tehát nem tudom, mondunk majd valamit a bárkire, és lehet, hogy érted? Te az vagy belül. Nem? Aha. Igen, és az a baj, hogy hát az a gúnyos mosoly, ami megjelenik a szája szélén, az majd nem az antisportember gúnyos mosolya a sportembernek, hanem a még nagyobb sportember a kezdőn, érted? Tehát, hogy ugathatok én majd itt fekvő támaszokra, amikor százasával nyomja majd otthon őket. Foggal. Érted? Foggal, egy kézzel. A két gyerekkel a hátán. Figyeld meg. A lamuszinyuszin nagyot ugye. Na, hát igen. Na mindegy ez. Én is egy kicsit kialvatlan vagyok egyébként, de megérte. Tegnap elég későn értem haza. Viszont olyan helyen voltam, ahol még eddig nem lehettem. Kiszúrtam magamnak egy pár hónappal ezelőtt, hogy vannak olyan kis kezdeményezések, amik bemutatják ezt a várost egy egészen másfajta szemszögből az emberek számára, az érdeklődők számára. Tehát gyakorlatilag egy városnézésről van szó, de kis csoportos városnézésről, max 10 főkről, és olyan helyekre lehet bejutni ezeknek a kis társaságoknak a jóvoltából, amikre egyébként nem, vagy ahova egyébként nem, mert hogy ide nem vezetnek utak, csak speciális alkalmakor ilyenkor nyitják meg. És tegnap elmentem és megnéztem a Lánchidat úgy, ahogy még eddig nem láttam, átsétálva autóbusszal, meg mit tudom én, autóval, meg sétafikálva. És úszni kellett alatta? Vagy? Hát majdnem, mert hogy le tudtam jutni a lánckamrába is például 12 méter mélyre, gyakorlatilag ahhoz a ponthoz, ahol ezek a láncok le vannak rögzítve. És hát gyakorlatilag a Dunamedre alatt. Aha. A két hídfőnél, ezek közül is a budai hídfőhöz jutottam el, ami ugye nem sérült a háborúban sem, amikor berobbantották a hidakat, akkor ez a lánckamra ez éppen maradt.
és megnézhettem ezeket a irgalmatlan acél és a vas koloncokat, amikhez gyakorlatilag ki van rögzítve a híd. Tudom, van idegen vezető is, meg így van, kedves vendégeink, figyelj, szeretném bemutatni. Frusztráló mennyiségű információ, iszonyatos jó kis, idegenvezetés. Tehát, tart maga előtt egy piros esernyőt? Nem. Orfavor! Piros csoport. Ott ez a lényeg az egésznek, hogy ez nem az a fajta tömegturizmus. Ha jobbra nézzük a divatcsarnok homlokzatát, láthatjuk, ha balra nézzünk, előttünk pedig az András út, és beletorkolik a hősök. Kérem, ne álljanak megvásárolni, mert a busz indul, és várakoznak az utasok. Ezek túlnyomorészt olyan fiatal srácok, akik nagyon-nagyon szeretik ezt a várost, és szeretik úgy látni, meg láttatni ezt az egészet, ahogy egyébként a hétköznapokban nem látjuk. És akkor vannak mit tudom, például Csepelen bunkertúra, vagy Mátyás templom tornya, stb. Olyan helyek. És most csak a idézőjelesen mondom, hogy csak a Lánckamra volt? Hát nem, hát gyakorlatilag az egész Lánchidat végignéztük, ez egy 3 órás történet volt. Három órán keresztül néztük. Az a megdöbbentő, hogy még így is kevés volt. Tehát, hogy annyira gyorsan elrepült ez a 3 óra, elmentünk például a hídmesternek a Lánchíd mögött, található ugye a Clark Ádám tér, és akkor ott az alagút, és az alagút két oldalán, hogyha megnézed, vannak ablakok. Most ezek mögött, az ablakok mögött helyiségek is vannak, és ezek gyakorlatilag lakásként szolgálnak egy család számára, akik évtizedek óta, generációk óta vigyáznak erre a hídra. De tud róla az önkormányzat, hogy ők ott laknak? Nem, most hátulról mentünk be, egy erővágóval le kellett vágni most egy lakatot, és családot kilakoltassunk be, valaki az önkormányzatnál fel, laknak a hídon! Én eddig nem szólt senki. Kilakoltatás! És akkor bementek, és közben a bakter ott alszik? A hídbakter? Igen, a hídmester. Korábban bent lakott, itt is nőtt fel, egy ilyen családi tradícióról van, szóval kicsit így idézőre egymás kezéből adják a másiknak a kezébe a Lánchídnak a kulcsait, fura módon. Nagyon izgalmas, szerintem nagyon romantikus dologról van szó. Most nem lakott egyébként a hely, de majd felújítják a híddal együtt, amire már egyébként ráfér a felújítás, akkor majd visszaköltözik. Hát mondjuk a Clark Ádám téren se raknék, akármilyen szép, hogy látod a szembe a Gresemet, meg a izét, azért ott van egy rossz előztetés. Mi a jó, hogy van lakás, mi a rossz? Ez a Lánchíd belsejében van. Egy pici autóforgalom lesz, de vastagok a falak, úgyhogy nem. Idővel egyébként azt is el fogjuk érni, szerintem, a jövő ebbe az irányba mutat, hogy nem lesz már autós forgalom a Lánchídon, csak gyalogos forgalom, és akkor azért ez a környék is le fog csendesedni. Na hát még csak az kéne, hogy ne legyen autós forgalom. Hát ne is legyen rajta. Hát, hogy megy át? Minek épült? Hát, gyalogos így. Lóval lehet csak átmenni. Hát egyébként annak idején majdnem. Hát de akkor építsenek még plusz hidakat, hát ha kiveszik a Lánchidat, majd akkor mellé felhúznak egy... Ami a Clark Ádám térbe fog majd elemenni. Egyébként talán még a Margit híddal, meg az Erzsébet híddal, az még egyébként talán jól megoldható lenne. Tehát nem biztos, hogy akkora érvágás az, hogy ott nem lenne autós forgalom. Biztos, hogy valahogy meg tudják oldani. Miért terve van véve, ne csináld? Hát a Lánchidnál abszolút. Hogy levegyék róla az autókat? Igen, és hogy átalakítsák majd gyalogos híddá. Egyébként rá is férne azért, ez egy elég régi konstrukció, a világon már nem is nagyon van belőle több. Nehogy leszakadjunk? Ja, hát ne. És most már ugye ráfér nagyon a felújítás, gyakorlatilag 30 éve. 3 óráig botorkáltatok ott a Lánchíd. 3 óra, hát ez a botorkálás, ez egy céltudatos botorkálás volt. Oroszlán nyelve, gondolom, ment a sztori, hogy van, nincs, azt is elmesélték. Na, ezek azok a történetek, amik kimaradnak, mert hogy így a hétköznapokban ezeket mindig halljuk. Ez benne van a top 10 látnivaló Budapest. Így van. A francokat, hát igen, ezeknél már a 6 éves gyerekek is ásítanak. Bemész egy IBUSZ irodába, és ott elmondják neked, még ki el sem mentél városnézni, mert az IBUSZ irodába elmondják, hogy és majd megnézzük a fogatlan oroszlánt a nyelv nélkül a Lánchidon. És mi volt még? Mit láttatok még? A várat megnéztétek a Lánchídról? Hát, igen, felnéztünk kétszer. Aztán van ilyen, hogy fölmentek a várba, és a várból megnézitek, hogy ott van a Lánchíd? Nem. Semmiképpen gyakorlatilag rengeteg olyan információt elmondtak, hogy a híddal kapcsolatban, amiket persze, hogyha nagyon akarsz, akkor megtudhatsz, mert hogy ők is azért összegerebézgetik innen onnan ezeket az információkat, de úgy hallani ezeket, hogy egy olyan ember mondja el például, aki ott is nőtt fel, meg itt évtizedek óta ott dolgozik, szinte övé a híd, naponta oda-vissza végigjárja. Ez a hídmester is. Tehát, hogy van egy idegenvezető, aki az egészet szervezi, egy fiatal srác, aki hihetetlen lelkes és felkészült, és van a hídmester, aki aztán ebben a túra felének körülbelül bekapcsolódik. És azért ő mégiscsak egy autentikus forrás.
De milyen rossz, hogy olyan munkád van, ami tulajdonképpen már így kicsit érvényét vesztette, mert régen a hídmesternek valójában volt értelme. Most is van. Nem, nincs igazad, mert például a Megyeri hídon is van hídmester. Aha. Minden egyes hídon van hídmester. Van amelyik hídmester alá két híd is tartozik, de ezeknek nagyon fontos munkájuk van ezeknek az embereknek. De ő végig kopácsolja például a láncokat, vagy ő mit néz? Vagy pontosan ez, pontosan ez. Tehát, aha, hogy ő végig megy a hídon minden nap, különböző időszakokban, szépen, hogyha esetleg valami elváltozás van, korrózió, stb., ami kárt okozott a hídban, azt lefényképezi, dokumentálja, és elküldi, megteheti egyébként. És hajnalban kinyitja a hídat. Megteheti ezt is, hogyha úgy látja, hogy van valamiféle komolyabb probléma, simán lezárathatja a hidat is. Mikor megyeri időn ez az elkövetkező? Nem, az ott nem. Elég szar, ott nem fog problémát jelenteni. A problémát jelent mondjuk rendszeres problémát például a Szabadsághíd, ahol ugye előszeretettel másznak fel ilyen olyanokból kifolyólag. A turullovasok így hívják. És akkor neki kell figyelni, hogy mászik valaki, vagy mi? Persze. És ő értesít a tűzoltókat. Igen, gyertek, ha nem tudja lerángatni időben. De azzal kezd. Érdekes foglalkozás ez. Nagyon izgalmas, nagyon érdekes. Igen. Nagyon kevesen vannak, és meglehetősen felelősség teljesen. Mi a végzettség? Mit kell végezni ahhoz, hogy hídmester legyen? Hídmester tanfolyam. Hídmesteri? Igen, okay, és kívül is hídmester tanfolyam. Ja. Abszolút, hídmester. Egy éves? Tessék? Egy éves? Kettő. Két éves, de akkor az csak hétvégén. Hát igen. Igen. Tehát azt meg tudod csinálni úgy, hogy van valami meló helyed, és sűrűn van üresedés? Nem. Szeretik mi? Nem. Azért az ebet megérinti ez a fajta romantik, és én is elgondolkodtam rajta, hogy de jó lenne. Aztán hát például a levegő minőségére gondoltam, hogy ott a Lánchídon, vagy a Lánchíd környékén, az alagútból, meg az alagút környékén beszivárog az ablakokon keresztül, aztán arra gondoltam. Mennyire a Pentem, nem annyira vigyázni lenne. Ja, tél. Ott már nem jó levegő. Igen. Úgyhogy, de mondom, nagyon jók ezek a kis tárlatvezetések, vagy kis turistautak így a városon belül, mert olyan helyeken vagy, ahol naponta végig sétálsz, naponta végig mész, rengeteg kérdésed lenne, azt hiszed, hogy mindent tudsz róla. Tudod, hogy van-e az oroszlánoknak nyelv, vagy sem, de valójában meg ezerszer izgalmasabb és ezerszer több információt megtudhatsz a helyről, és előre be kell jelentkezni. És mi a következő célod? A következő cél az egy csepeli bunkertúra lesz csepeli majd. Bunkertúra. Egy éjszakai bunkertúra. Ott vannak ezek az úgynevezett ilyen légókockák, amik annak idén több ezer vagy több tízezer ember életét megóvták a második világháborús bombázások alatt, és ott is egy ilyen két-három órás kis masszív információ átadás folyik. Azt hiszem, egy újabb hely, ahol nem fogunk összefutni. Nem? Nem biztos, hogy bánom. Talán azért nem szólt elő. Igen. Tehát egy újabb hely, ahol neked nem kell félni attól, hogy Jani! Valójában... Hol vagyunk? Valójában lehet, hogy így... Jani, hol a kocsim? Lehet, hogy ha így összeállnának benned ezek a dolgok, amikről szoktam így mesélgetni, akkor lehet, hogy rájönni, hogy nem is annyira arról van szó, hogy engem érdekelnek ezek a dolgok. Sokkal inkább arra, hogy legalább nem találkozom. Igen, meg rájöttem, hogy lehet egy újabb hely, ahol egyáltalán nem kell attól félnem, hogy én jövök, nekem nem kell félnem, hogy ne. Te jössz, tehát én semmi, örülnék neki. Semmi, én meg... tökre örülnék neki. Csak az félek jó, egy picit a vízé után a hatodik percet. Nagyon érdekes, mikor megyünk tovább. Igen, na jó, és most valami izgalmas, semmi. Na jó, akkor tovább. Feldobnám a hangulatot, hidd el. Lenne ott mulatság. Lenne mulatság. Nevetnétek sokat. Voltak most is olyan információk, amik szerintem titeket is érdekeltek volna, vagy elsősorban téged érdekeltek volna, mert hogy a hídmesterünket hosszú évek óta nyüstöli például a Besenyei, hogy megcsinálhassa azt a kis trükköt, ami szerinte kivitelezhető, hogy mondjuk átrepüljön az alagúton keresztül repülőgéppel, és aztán pedig a Lánchíd Budai hídfőnél felkapja a gépet, és átrepülhessen fele. Tehát, hogy évek óta van egy ilyen projekt, elsősorban a Péternek a fejében, a hídmester azt mondta, hogy ő nem támogatja annyira az ötletet, hogy végrepüljön egy repülőgép úgy az alagúton keresztül, hogy mondjuk 10-10 centi van a gépek szárnyainak a vége és az alagút falak között. Most alagút irigy? Aha, de most tényleg. De már megcsinálta ezt, hogy kirepült az alagútból, nem? Nem. Volt ilyen, vagy csak, nem. Csak akarta? Nem. Csak akarta. Vagy azt hírezteli. Ezeken a... Tavaly megcsináltam. Forma 1-es ilyen parádéka nem volt? Fölszállt a hídról. De ez az alagútból kijövetel. De várj, nem is a Lánchídról szállt föl, hanem az Erzsébet hídról. De miért a hídmester alagút így tényleg? Vagy aha, nagyon. Ővé az alagút? Nem az van, hogy ő látta az elveszett Fridler a fosztogatói című filmet, amiben van egy ilyen rész, egy azt hiszem egy autós üldözés, hogy várja, lehet, hogy nem is abban az epizódban, valamelyik Indiana Jonesban, amikor egy ilyen leszakadt szárnyú Messerschmitt robog végig egy alagúton keresztül.
kicsit bontva a terepet, és valószínűleg ezért picit félti valamiért, nem tudom, kötődik hozzá érzelmileg, vagy ilyesmi. Szegény hatóvány nem rajta múlik, hanem a tarlóson, ja, aki repül. Küzdő az alagúton, küzdő, szegény hatóvány, ez annyira nem is rajta múlik. Ezen senki nem repül. Uram, ne arra ugyan, engedélyeztük, köszönjük, nagyon jó. Igen, na mindegy, jól van. Szóval akkor túráztál, kajtattál az esti fővárosban. Ez jó. Nagyon jó volt. Nagyon izgalmas volt tényleg. Jól van, hogy állunk játékkal? Nem jól, 2-0. Ez nagy hiba. A hallgatóknak. De ez nagy lehetőség nekik, hogy szörnyen megalázzanak minket. Mert hát, ha ma kikapunk, akkor elbuktuk a hetet. És akkor vissza kell vennünk az arcunkból egy kicsit. Hát azért, uh-huh, nem a heti összesítés. Nézd, pont tegnap mondtad el, hogy dupla annyi nyertetünk van, mint veszített. De akkor újra lesz egy nyertetünk. Jó, drága Morning Show hallgatók, lehet jelentkezni SMS-ben. Egészen nyugodtan, aki érez magában bátorságot, hogy játszom velünk, írjon SMS-t. Jó, mert hogy Anna valakit visszaív, mi pedig jövünk a hírek után. 7 perc múlva pontosan 7 óra. Hello mindenkinek. Jó reggelt kívánok. Jó kis Robbie Williams. Dal Candy, igen. Ez volt. Itt a Morning Show-ban 6 perccel 7 óra előtt. Trafi az M3-ason a 185-ös kilométernél Budapest felé, Hári küldte nekünk. Valamint azt írja nekünk Gorsi Pétfürdőről, hogy fantasztikus volt a forma. Köszönjük nektek minden. Szuper jó fejek vagytok Gorsi Pétfürdőről. Nyertes akkor. Igen. Valószínűleg nyertesünk, igen. Gömörű felüljárónál városból kifelé rendőrautóból mérnek. Ez Miskolcon van, ez Bálint küldte. Kicsavarlak titeket a játékban, mint a cunami a fákat az út széléről. Fú, gyerekek. Nagyon, nagyon megkaptuk. Ha, azt nézem, hogy igen. Jó, ennyi volt a közlekedés. Egyelőre nincs frissebb, jó? Úgyhogy megnézzük, hogy ki a mai játékosunk. A verhetetlen rádiós trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Felkészültél? Jól gondolt meg a választ. Ne! Ákos, jó reggelt, hello! Jó reggelt, sziasztok! Hello, Ákos, szia. Honnan hívsz minket? Debrecenben lakok, de egyébként úton vagyok. Úton vagy, hova? Így van, Budaörse tartok éppen az M3-oson. Most félreálltam egy parkolóba. Az egy komoly kis túra. Hát igen, 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 nem unatkozok ilyenkor. Megteszek így naponta, akkor így 5 órát, hogyha fel kell mennem. És akkor mész is vissza? Igen, igen. Nap végén jövök is vissza Debrecenbe. Csak szalad egyet. Csak fölugrasz Pestre. Jól van. Így van, így van. Ákos, kivel szeretné játszani? Perivel szeretném. Juhé! Nagyon jó. Na, fitness pápával. Ennyi. Így van. Kifutunk, érted? Kifutunk a játéknak. Na, Janis. 3, 2, 1, fire! Az elkerülőn mész ilyenkor Budapesten? Az M3-ason megyek, utána pedig... M0? Utána az M0-ra megyek, így van, így van. Hallom, Feri, szoktál mostanában futni? Jól hallottad. Mikor kezdted? Tegnap este is futottam, 2 hónapja. Te futsz? 2 hónapja. Futok. Mennyit szoktál? Nemrég kezdtem el én is. Hát én hetente 2-3-szor szoktam alkalmanként 5 kilométert. Én még kezdő vagyok hozzá képest. Meg kell, hogy álljunk. Na, álljunk meg. Mi történt? Mit csináltunk? Szerintem kimondta a játékos. Kimondta. Nem, hogy egyben van. Nemrég. De most nem hoztunk egy ilyen szabályt, hogy akkor a nem igen, meg a igen csak, meg hogy akkor most... Hát ezt nem veszünk figyelembe szerintem. Nem. Hát most... A magyar helyesírás szabálya szerint, akkor... Na, nem ugyanaz. Na jó, nem ugyanaz, csak ez, egyszer én ezt már eljátszottam. Na jó, de én ezt már eljátszottam, hogy nem igen, meg igen csak, és akkor minden... Tehát, hogy nem értem. Tudom, mert azt mondta, hogy nemrég. Igen, azt kimondtam. Uh-huh. Azért nem is, akkor azért nem is szóltam el, hogy ez... Tehát, hogy... Az oké, csak akkor most holnap valaki mondja az igen csak, meg a nem csak, meg a nem igen, és akkor majd mindig megnézzük, hogy most csak mit csináljunk. Érted? Mert hogy egyszer volt ez a egybe írják, külön írják, és ott már egyszer döntöttünk, hogy akkor semmilyen formában nem fogadjuk el, nem? Döntsön a Feri, ő játszott. Játsszuk újra. Jó, játszátok újra. Az a legtisztább. Jó? Na, rendben, köszönöm a lehetőséget. Na, Jani? 3, 2, 1, fire! Várjál, ha teljesen újra játszok, akkor úgy kell kezdem, hogy az M0-áson mész keresztül Pestre? Így van, azon keresztül megyek. Jó, a futásról beszélgettünk. Mennyit futsz egy alkalommal? 10 kilométer?
Annyit én még nem bírok. Na, akkor 5 kilométert körülbelül, majd szépen apránként megyek. De később majd bírsz, de még nem bírsz. Igen, most azt mondtad, hogy nem bírok, ez viszont teljesen tiszta volt. Igen, így van. Igen. Ez teljesen tiszta volt. Szép ott, Feri! Nekifutottuk, legyűrtük a kilométereket. Ennyi. 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 Igen. Célba értem. Szegény Ákos másodjára már nem bírta. Nem. Csak azért állítottalak meg, mert valóban hoztunk egy olyan szabályt, még jó pár hónappal ezelőtt, hogy semmilyen formában nem fogadjuk el, mert akkor mindegyes szónál meg kéne vizsgálni külön, hogy akkor ezt most külön írják, egybeírják, megálljunk, ne álljunk. Igen, tehát hogy azt beszéltük, hogy nem. Pont az éjjátékom után. Teljesen jogos. A nem igen, meg az igen csak, meg a nem csak, meg a nem tudom mi volt. Legközelebb. Igen, legközelebb, Ákos. Jó volt, másodjára is majdnem megcsináltad. Hát majdnem. Jó utat köszönöm neked. Köszönöm a lehetőséget. Köszönöm, sziasztok. Mi is, szevasz. Hello, sziasztok. Ciao, hello. Fóti busz garázs előtt van egy karambol, ezt Anna üzeni nekünk, valamint trafi az M35-ös lehajtón az M3-as csatlakozásánál, és Miskolcon az elkerülő úton az autósokat Bloody Mary. Ez nagyon jó. Jól van. Bloody Mary. Jól kezdődik a reggel, köszönjük. Igen, Dávid, köszönjük szépen. Oké, akkor így tehát most? Most 2-1, nem úszott el a hét, ha még azt a 2 napot megcsinálhatjuk, akkor megnyertük. Én erről nézném, úgy is lehet nézni, hogyha egyet elbukunk ebből, akkor elment, de szerintem vigyük a két. Nem lesz egyszerű, mert a holnapot azt szerintem csont nélkül hozzuk, de a péntek, amikor ugye euforikus állapotban leszünk, azért, mert sütni fog a nap reggel, ugye? Sütni fog. Augusztus 1-én Balaton lelén a napfény strandon, és előtte is, mert ott leszünk a Kontinens stúdióban. Szép idő lesz, jó idő lesz, nagyon fogunk körülni. Meg azok is, akik mondjuk Kasszatibit, Vastag Csabát, Vastag Tamást, Király Lindát, Király Viktor, Tóth Gabit és a Huligán szeretnék látni élőben. Így van. Reméljük, hogy nem esik az eső. Nem fog. Nem. Ez lesz elsőjén Balaton elén. Mi ott vagyunk napfény strandon. Egy Kontinens stúdióban a strand előtt. Mi szedjük a belépőt. Belépés csak rajtunk keresztül. Úgy tudtok bejönni, hogy átmentek az üvegstúdión, és az egyik oldala még a bejárat, a másik oldala az üvegstúdiónak már a strand. Jani kis simléderes. Igen, ott fog állni síppal a nyakamban. Adunk csomagmegőrzős, ilyen kis, mi ez? Bilétát. Kulcsal. Minden nálunk van. Feri lesz a kabinmester. Így van, nálunk tudtok. Átöltözünk, kis hölgy, átöltözünk, mielőtt vízbe megyünk. Így van, nálunk tudtok belépni a strandra. Na jól van, oké. Tehát várunk oda mindenkit. 7 óra van pontosan, jönnek újra a hírek után, itt vagyunk mi is. 7 óra, 13 perccel jó reggelt kívánunk mindenkinek. Itt vagyunk, halkítok a tévén, gyerekek. Oké. Okay, köszönjük szépen. Köszönjük, van egy nagy gomb, ami egy áthúzott izé van. Azt nem szeretem, mert utána akkor nagyon-nagyon... Gyorsan jön vissza? Nagyon gyorsan jön vissza, aha. Igen. A fokozatos halkulás és hangosítás hívja. A távirányító van Demcságom, nyom már meg légy szíves, hogy őt is lássuk a képernyőn, mert Jó a Robi, de... Az majd a Kárász osztja az ész most. Nagy erő. Valakit nagyon győzköd. Egy bajszos ember győzköd a Kárász valamiről. Schuster Lóri. Tényleg. Igen. Szóval, mindjárt állítok egy-két dolgot. Srácok! Mi ez? Elkezdődött az üzengetés. Milyen üzengetés? Na, elkezdődött az üzengetés! Ez úgy mondtad, mint a hajnali 2-kor mondtad volna egy ilyen krimóból kifejezni. Elkezdődött az üzengetés! Üzengetés, most álljunk bosszú. Veszik, mert menjünk ki! Nem annyira tudom, hogy miről van szó. Figyeljetek, srácok, én sem nagyon értem a dolgot, illetve azt nem értem, hogy mit nem lehet azon érteni, ha berakunk egy kávégép alá egy poharat. Ami azért van berakva az alá, a tetves kávégép, hanem az egy nagyon jó minőségű kávégép egyébként, az alá, hogy ne teljen meg az alatta lévő tálca az automatikus ürítésből származó vízzel, és utána ne csorogjon rá a hűtőszekrényre, a hűtőszekrényről az íróasztalról a padlószőnyegre. Tehát, hogy egyáltalán ne undorodjunk rajta csinálni egy kávét. Ráraktunk egy cetlit a pohárra, hogy ne vidd el. Erre valaki ráírta, mert most egy hogy miért kell ezt megmagyarázni? Meg kell magyarázni ezt valakinek, hogy miért ne vidd el? Most te tényleg ezen húzod magad? De most komolyan. De miért kell ráírni azt, hogy mert? Hát mert nem tudja. Szeretné, okokat keres, ugye? Aha. Okokat keres. Apró betűvel hát kellett volna megmagyarázni. Kellett volna írnom azt, hogy azért ne vidd el, légy szíves, ezt a poharat, mert hogyha megtelik a pohár, akkor kiömlik belőle, vagy ha nincs alatta, meg pláne gyorsan megtelik az a tálca, ami hogy ez most minek kell? És ráírta valaki, igen, hogy mert. Mert. Most mit írjak rá? Hát írd ezt le. Mert eltörnek az ujjai. Ne, írd le azért, mert egyébként kifolyik a kávélé.
De hogy, de nem, nem, a, tudod mi van ilyenkor? Egy ilyen üzengetés, mint a Budi falon. De nem, üzengessünk, hát nézzük tényleg. Meg. Írjunk most neki valamit, nézzük meg, hogy holnap válaszol-e. Írjál valami provokatívat. Nem, azt csinálom majd, hogy akkor azt írom rá, hogy egy picit így tovább passzolom a labdát, hogy szerinted? Na, ezt mondom, hogy, hogy folytasd, hogy ne zárd le, figyelj, hanem hogy, hogy akkor nézzük meg, hogy mi lesz a következő üzenet. Nézzük meg, hogy mi a következő üzenet, akkor írd rá, hogy ugye az volt, hogy ne vidd el. Erre írta, hogy mert. De nem, nem úgy és volt, írd hogy... rá, hogy, hogy, hogy szerinted. De nem akkor... azt írtam rá egyébként, hogy ne vidd el, genyó, hanem azt, hogy, hogy léci, ne vidd el, kis smiley jellel. Tehát kedvesen, aranyosan. Na. Mert? Hát ez, ez nagyon merő. Írd rá. Igazad van. Írd rá, hogy szerinted. 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 Jó, hogy mit válaszol? Nézzük szerinted meg. Miért ne? Vagy az mások? Azzal már összezavarom? Hát lassan úgy lesz, lesz a pohár, és egy A4-es lap lesz ráragasztva, és akkor azon tudtok írni. Mert van még egy csészé, még tud valahova írni? Persze. Jó. De azt is el tudom képzelni, hogy rá fog ragasztani, hogy egy cetlit körbe tekeli celluxzel, és akkor majd azon keresztül üzen. Mert. Jó, de most ne azzal élj, hogy elviszi a poharat, mert az nagyon olcsó, tehát írjon rá az... valamit, nem? Tehát, hogy, hogy akkor most erre válaszoljon. Mert ő szerintem el akarja vinni a poharat, csak tudni akarja, hogy mégis miért nem kellene elvinni ezt a poharat, így utána kell járni a dolgokra, és aztán végén lenyúlni. De hát ott már nem csak úgy gondolatnék, hogy elveszi, hanem megkérdezi, miért, miért ne vegyem el. De hogy egyébként nem áll össze neki logikailag ez a dolog, hogy érted. De ezen felhúztad magad, joggal egyébként teszem hát hozzá. Hát, mert mindig csak gyűlik, van egy ilyen automatikus tisztítás funkció, igen. Hogy a gépben mindig kiereszt egy kis vizet, hogy azért le azt a lötyöt kelljen innod. És szépen, ha nincsen ott egy pohár, az alatt az ürítő cső alatt, akkor ez megy bele a tálcába, a tálcá idő után megtelik, és utána minden tiszta szmötyi lesz. Hmm. Azt írja, Jani, ír rá, kettő dologért, ezért meg azért. De mi van az amazért? Három dologért, ezért, azért, ezért, azért, amazért. Ez Rucsi küldte nekünk. Jó, írd meg neki, hát persze, üzengessünk, de ne legyen vére a pucájába, válaszoljon. Hát remélem, hogy válaszolni fog. Nem csak nehogy rajta kapjuk. Titokban elvitte, át tudja, hogy meddig vagyunk itt, szerintem 11 óra után fog írni. Hogy, délutáni. Hogy ez délutáni írogató. Igen. Mert? Tök, de mert. Mert csak. Ez olyan, mint valamilyen ilyen lakóházon belüli, társasházon belüli, ilyen üzenőfalommal üzen, takarítsd el a havat. Az ajtó elő, mert te vagy a soros. Hát, anyád a soros, lenne, nem én vagyok a soros. Vidd ki te a szemedet, a múltkor te se vitted ki. Nem? Igen. Ez egy klasszik üzengetés, egy üzenő falon. Bemész a szemét ledobóba, és akkor ki van írva a falra, hogy ne ide hord a szarod. Hát tényleg. Érted. Igen. Amikor így megunják egy idő után. De keményet írjál rá, hogy biztos, hogy válaszoljon. Tehát ne ilyen hímiumi legyen, hanem csapj oda. Mondom, a Nógrádi vár aljában láttam egyszer ezt a feliratot. Nagyon szerettem. Legyen szíves, ne ide kakijon, használnánk a kapu. De az kultúrált volt. Igen, az, igen. Az nagyon kultúrált volt. De gyerekek, hát nézzük meg a kollégáinkat, ki lehet? Tehát ki lehet? A Viktor van ott. A Viktornak nem ez a stílusa. A Viktor nem ez. Vagy igen. Már 20. spotot készítette, és már kicsit be volt pöccenve. Valaki átjön innen, ugye mert nekünk egy másik helyen van a szobánk. Aha. Tehát valaki, aki... Aki kávézik. Biztos, hogy kávézik, mert kávét kávézik. Főzni ment át. Igen. Vagy ebédet melegíteni, mert mikrofon. Öntudatos sértésnek veszi. Egy ilyen feliratot, ha valaki sértésnek vesz, az egyébként valójában önbizalom hiányos. Mert ha te azt gondolod, hogy ez a cetli, amit odaírnak, az pont neked szól, akkor pont úgy érzed, hogy az téged megtalált, és erre vissza kell írnod valamit, mert nyomja az önérzetedet, hogy neked most beszóltak. De az az erő, az az ember nyomja ezt erőből, és találja meg az önérzetét, akinek kicsi az önérzete, érted? Nem? Önbizalom hiányos? Hát ez egy önbizalom hiányos ember. Jáksó? Aki... Ő nem jár be a rádióba. Ő egy hónapban egyszer egy órára jön. Nem kapcsolják a szívem, mi a számla. Amikor a számlák le kell adni, akkor fölvesz két telefont, azt rögzítik, és talán az megy egy hónapig. Ő nincs a rádióban. Ő nem lehet. Ákos nem lehet. Mert hát a Kovács Ákos nem csinál ilyet, szerintem azért az Ákos talán... Meg túl magasra raktam mércét. Meg már lehetett annyit az asztal, annyi album, meg annyi aranylemez, meg mit tudom, hogy Kossuth, ezek után már csak nem üzenget egy kávéscsészére. Tehát valójában egy önbizalomhiányos embert keresünk, aki egyébként megszólítva érzi magát. Nagyon jó, itt a pohár. Itt van a pohár, egyébként annak közben behozta. Feltesszük a Facebookra, nagyon jó. Ne vidd el, köszi. Még egy smiley jelet is rajzoltál, nagyon cuki vagy. Figyelj, hogy nehogy sértődés legyen belőle. A kérdés,
mert kérdőjelben, mert alul, és utána már ott van a szerinted. Anna már meg is csinálta, alá is ragasztotta szerinted. Jó, tehát most akkor zajlik az üzengetés. Egy önbizalomhiányos, önérzetes, önkép zavaros embert keresünk itt a rádióban. És gondolod, mit kell ahhoz érezned, hogy egy poháron keresztül téged valaki azt gondolt, hogy megszólított, és az neked szól. Igen. És hogy te azt érezd, hogy téged ezzel most leparasztoztak. Hogy mert, miért nem, az csak, amit akarok. Én ne vigyem, nekem mondod, érted, hogy ember nekem milyen lelki folyamat van. Csak ilyen kis pályag, nem vagyok én valami Kristini a facebookról. Nem vagyok én a haverok. Nekem megmond, hogy én mit csináljak. Nekem senki nem mondja meg, hogy én mit csináljak. Nem azért járok ide meginni a kávétokat, hogy csak így masterkázzál velem. Ráadásul a mi kávénkat isza. Hát igen. Tehát, ebben az a legszebb, igen, hogy a mi kávénkat isza, ami nem vagyok kávéri. Tehát igyem meg nyugodtan, én nem sajnálom tőle. Nyilván azért, mert hogy nem is nagyon veszek soha kávét. Csak iszom én is. De mégis azért a stábnak a kávéját iszom, bár vettem egy pár. Én mind a két sajnálod is, megveszed is. Most akkor azt tetted, hogy szerinted? Így van. Ne provokáljuk kicsit? Szerinted mi? Hát most erre azt mondja, hogy miért. Mert ugye ő is ezt egy olyan okosan írta, hogy miért. Tehát nem azt írta, hogy miért, hanem miért. Aha, akkor így jövök, hogy szerinted miért? Szerinted miért? Szerinted miért? Mi miért? Ez lesz a gömény szerintem. Mi miért? Figyelj, de komolyan nem hiszem el. De tényleg, mint a budifal. Aha. De láttál olyan embert, aki kijött, és nyilván azt tudják, hogy te a smiley-el az annyira te vagy, mindenhova így írod alá, hogy Vad olyan, és aki smiley-el mindenkinek. Tehát van egy ember, aki itt rondán nézett rád, mikor kijöttél a budiból, vagy álltál itt az automatán, és úgy érezted, hogy ilyen megvetően lenézve, nem köszönve megy el melletted? Hát, ha Janiból indulunk hogy... ki, akkor nyilván beszóltál volt valakinek. Volt Titus. Igen. Titus is egyszer is. Titusztat? Lehet olyan ember, aki azért nem kedvel. Lehet. Tehát, itt sokan nem kedvelnek minket, abból a szempontból, hogy van, mindenkinek megvan a liblingje hármunk közül, de van, aki téged kedvel engem, nem van, aki engem kedvel téged, nem van, aki mindkettőnket utál, és olyan nincs, aki mindkettőnket szeret. De hogy ez valami belső ellentét. És gondolkodom, hogy ki lehet még ilyen. Kinek ez a stílusa? Ez a keresetlen egyszerűség. Ki után vetted ki a szemetet a kukából, hogy nem szelektíven dobta, nincs ilyen? Tényleg nincs ilyen, hogy itt éppen két műanyag flakon tapostál össze, meg kivettél egy banánhéjat, és mérgelődtél, hogy miért oda dobod? Miközben csak azért dobtad, mert egy kuka van. Tegnap mondtam valamit az alfára. Biztos, hogy nem. Nem mersz. Tegnap volt, a Feri volt tegnap egyébként felfogozott lelkiállapotban, mert megtaláltad ezzel a futás témával. Azt tegnap előtt volt. Te vetted észre. Mit? Én vettem észre, viszont te bontottad ki. Igen, azt nem lehet, hogy ezért. Nem, hogy ez a kulturált intelligens máz így lehámlott róla egy pillanat alatt. Aki fut, az nyugodt. Mert mély anyád! Mert miért futadnék ki? Akkor most már beírok a pohára is, hogy azért, mert mély anyád, én miért nem mély anyád. A köpés az a bögrében volt, nem a pohárban. Mi van? Mi van? Mi van? Mi van? Mi van? Ki fut? Én? Na majd akkor most. Jó, hát valószínűleg vezetőbeosztású, ugye az alapján, amit mondtatok. Szerintem pont nem. Nem? Nem, aki vezetőbeosztásban van, annak már valamennyire nyilván helyén kell lennie az önértékelésének, hogy ne érezd azt, hogy téged egy poháron keresztül így megtalálnak. Aha. Tehát aki visszaír egy ilyen üzenetre, hogy mit tudom én, ne vidd, csukd be, légy szíves a WC ajtót. Visszaír, hogy mi kötött hozzá, hogy mit csinál. Láttam ilyenek. Nekem nem mond meg, mit csinál. Pont annyira az én WC ajtóm, mint igen, a tiéd. Azt csinálok, amit akarok. Én nyitva szeretem. Ezek általában tényleg megtalálva érzik magukat egy-egy ilyen felirattal. Ugyanannyit fizetek a jegyért, mint te. Igen. Figyelj, tehát hogy ez valószínű, hogy nem egy ilyen embertípus. Roli bejött hajnalban. Valami itt van egy piaba. Ki ez a kávé? Légy ne vidd el. Oda-vissza, ha akarok. A Roli sem mindig részege egy önben egyébként, csak mondom. És az is baj, hogy nincs olyan állapotban ő, hogy írjon. Igen. Egy mertet oda tenni egy kérdőjel, viszonylagosan azért így a jobb agyféltekédnek, meg a bal agyféltekédnek harmóniában kell működni ahhoz, hogy tudjál írni. De nem a Roli. Ez nem a Roli. Csabi, megkeseredett a kívánság. Én nekem lenne tippem, hogy ki volt gyerek. Orsi. Na. Nem akarom megnevezni. Tényleg? Nekem van tippem. Aha. Lány? Igen, lány. Most a piros miért bántod? Nem a piros. A piros jó arc, ő nem csinál. Igen? Megtölte a fitnógén, elfogyasztott a centiket, nagyon-nagyon. Nem az én, hogy nagyon-nagyon. Igen. Aha. Van tippem. Van tippem. És ő is oda jár hozzánk kávézni. Gyerekek, mindenki hozzánk jár. Oda jár. Nálunk két dolog van, amiért jönnek, mert nem miattunk. A mikro. Tényleg.
a mikrom, meg a kávé. Nem a társaságunk. Abba biztosak lehettek. A mikro és a kávé. Mondjuk találta a pohárban még egy ilyen széttépett túrolódis csomagolást is. Az akkor én voltam. Na mindegy, kiderítjük. Kiderítjük. Igen. Rajta van az üzenet, rajta van a válasz, meglátjuk. Igen. Gyerekek, ez az ebola, ez nem annyira megnyugtató, nem? Nem. Főleg, hogy hát úgy... Ebola találtál a kávésporon? Egyelőre még nem, de hogy úgy tervezünk mi is arra felé menni majd úgy hát, valamikor, nem? De... Legalábbis legjobb tudomásom szerint, amit a bulvárból tudakozódom, az, hogy arra felé megyünk majd mi is így. Nagyjából ősszel, és ez úgy most már úgy nem annyira vicces, mert hogy ez most már így nyalogatja a nagyvárosokat, meg olyan sok-sok milliós helyekre úgy kezd betörni, majdnem feljutott egy ember egy gépre, ami Londonba szállt volna le. És állítólag elég egy kis köhögés, egy kis puszilgatás, egy kis ölelgetés, egy kis tüsszentés. Európában van, volt például egy önkéntes segítő, egy angol orvos, aki kiment és elkapta. Elkapta, és aztán őt hazahozták. De őt még élve hozták haza? Igen. Igen? Igen. Hát itt gondolom, hogy karanténba rakják. Hát azért tehát, akkor sem vagyok egy olyan nyugodt ember, hogy itt ezért jobb a belföldi turizmus. Hát persze. És mi lesz majd ilyen maszkban? Nyomjuk, vagy... Nem, akkor nem megyünk ki. Hogy ne mennénk? Nem mit nekünk egy kis ebola? Nem mész. Hát, majd hogy futsz? Felé te lábon kihordod. Az igaz, hogy én kihordom és elharapom a... Én nem is magam miatt izgulok, én elharapom az ebola torkát. Na de ti? Amilyen formában lesz addigra, te elfutsz. Így. Az elő. Igen, az csak erősíteni. Nem láttatok a Feri? Hát nem. Hallod? 4 órája elment futni. Ne keressétek. Igen, nem láttatok ebola? De hogy nem, Feri utánló volt egy fél órával ezen. Az lesz, hogy te leszel a csali. Aha. Tehát, hogy azt csináljuk majd, hogy tudjuk, hogy ott a tábor környékén jön az ebola, és akkor... Akkor kilöktök. Kilökünk, és elkezdesz futni, és az ebola elfut utánad. Tök jó. És én elfutok előre. És mivel te addigra már nagyon jó futó leszel, így elcsalod az ebolát igen. tőlünk. Aha. Hát plusz az oroszlánok ugye az egy elég komoly motiváló erő. Igen. Szóval, hogy nem annyira megnyugtató. Ez a dolog. De nyilván nem arra gondolok, hogy holnap nem a Moszkva téren... esni. Nem, persze nem, tehát meg nem arra gondolok, hogy a Moszkva téren összeesik valaki. Vigyázz, ebolás lett a kezed, akkor nyilván értem, hogy hagyjál most félmaratonra készülök. Igen. És még előtte úsznom kell 10 kilométer. Szárul. Hogy ami ott van, az ugye nem itt van. Papírtolla! Ami ott van, nem itt van. Van, vesző, ugye? Azt mit akarok ezzel mondani? Azt hiszitek semmit, de nem. Igen. Itt. Mondom. Azt hiszitek semmit, de valamit. Azt hiszitek semmit, pedig talán. Azt hiszitek semmit, de valami. Ami ott van, az nem itt van. Aha. Ha ott lenne, nem lenne itt. Máshol lenne. Ja, ez is jó egyébként. Viszont mi oda megyünk, ahol ott van. Na ezért. Uh-huh. Ezért és akkor nem jön ide, és itt még nincs baj. De mi megyünk bele a bajba. Uh-huh. Nem sokára. Tehát annak a közepébe megyünk. Oda. Na, ő ott van, ahova mi megyünk, és ha mi is ott leszünk, együtt leszünk ott. Dele. Uh-huh. És aztán visszajövünk, és visszahozzuk uh-huh. őt is. És engem már csak leforraszt. Az már akkor... fonkoporsóban. Mennyi időd van, ha megebolásodsz körülbelül? Hát egy hét? Ugye ez elvileg tulajdonképpen elvérzel, egy ilyen orvérzéses, fülvérzéses, hát belső vérzéses dolog. Szerintem ez pár nap alatt, maximum pár nap alatt megtörténik. Tehát, hogy nem olyan, mint egy hepatitis, hogy azért úgy jellegezz vele, és egy ideig úgy, ha nem is mész el egy komolyabb vérvételre, akkor azért az csak úgy ott lappangat, aha. meg kicsit sárgulgatsz, hanem az ott nem annyira jó. Jó hangzik. Ja, tehát nincs esélyünk, hogy megmérgezzük az országot. Ez viszont tök jó. De abszolút nincs, mert hogy már karanténba jössz vissza. És addigra téged ez már nem annyira zavar. Tehát mondjuk, mi maradunk, ott maradunk, vége a dalnak, de nem tudjuk hazahozni. Na megmenekültetek magyarországiak. Ja, mondjuk engem fel tud csempészni szerintem a Feri a gépre, belerak a fülembe egy kalikát, elárok néhány kulcsot, és azt mondja, hogy egy kulcstartó vagyok. Hallgattam tegnap a rádiót, és abban volt, hogy azért terjed, mert hogy akik meghalnak, ez pont az infektológusunk mondta el, hogy ott az a temetkezési szokás, hogy megpuszíják a halottakat. Igen. Csókolgatják a halottakat, ugye tulajdonképpen elköszönnek tőle, tehát nincs ez az európai nagyon hamar a szerettekről elválasztjuk a halottat, koporsóba tesszük, elvisszük, vírasztanak, ott vannak vele napokig, ami egyébként egy sokkal természetesebb megközelítése halálnak, mint ahogy az európai kórházakban zajlik, meghalt, ott van, látod még egy pillanatra, koporsó, vége soha többet. Igen, náluk tehát a havasztás nem menő annyira. A havasztás nem is menő, de hogy nekik ez egy teljesen bevett dolog a szembenézés a halállal, meg ugye az együtt létezés a halottal még pár napig, amíg ugye neki segítenek átköltözni a más világra, és hogy a közben ugye azért ott
megfertőzöttek, aki már meghalt, ők nem is nagyon tudják, hogy ugye mitől halt meg, hát ott más azért az iskolázottság, meg nem is biztos, hogy ezt ismerik. Agyonpuszilgatják, ölelgetik, csókolgatják, és utána szépen ez úgy útjára indul. Hazamennek is azt mondják, hogy egyébként sokszor még az is előfordul, mert elég kiterjedt családok vannak, hogy egy másik országba megy haza. Aha. Az illető. És már is átvitte magával. A másikok, ahogy ők állítólag szeretik a denevérhúst. Hogy ez a denevér a leginkább hordozója az ebolának. Piacon lehet denevért kapni. Igen. Jobban, mint a majom. Így van, a denevér a fő hordozója az ebolának. És most ebolán. Be is tiltották Afrikában a denevér evést. Azt mondták, hogy most egy darabig ne csemegézzetek, srácok, mert hogy az viszont tényleg terjeszti. Én azt hittem, hogy ez egy ilyen észventúrás baromság. Nem. Nem. Egyszerűen tényleg. Sikaka. Eszik. Igen. Hogy eszik a denevért. Lehet kapni. Van élőben, a piacon van fagyasztva, pucolva, ahogy akarod. És akkor ők szeretik, mert gondolom, hogy van valamilyen mögöttes tartalma, hogyha azt fogyasztod, akkor erős leszel és szépen szállsz. Érdekes. Jó, tehát denevért ne együnk kint, ugye? Mert meg hozzá maszkot. Szerinted az elég, de tényleg. De Afrikában egy csomó maszkot lehet kapni. Hozzá. Figyelj, tedd be, hogy tisztítókendő, mit tudom, popsi törlő, futócipő, futónadrág, futózokni, futóra, maszk, futóhomok. Na jó, felhívjuk Szlávik János infektológusunkat, aki egyébként Madeirán van. Uh-huh. Már ő oda menekült. Látod, már elhagyta a süllyedőhajót. De viszonylag jó helyre menekült. Egyébként jó helyre menekült, igen. Nyaral, de azt mondta, hogy velünk nagyon szívesen beszél. Megkérdezzük egyébként ezt a jelenséget, és azt is, ami ugye filmekben sokszor láttunk, hogy próbálják az egészet lokalizálni, illetve ez, tudod, mindig állnak ilyen vírusos filmekben egy térkép előtt, mutatnak egy piros pöttyöt, hirtelen egész Afrika piros lesz, néhány nyíl, ami átível Európába egy repülőjárattal, Európa is piros lesz, és az egész világ piros lesz. És mondja, 72 óra, nem tudom én, 50 óra, 80 óra, 100 óra múlva az egész világ fertőzött. Nyilván nem ez van. Még, de ha mi kimegyünk, akkor ez lesz. Hát... Ezt egy Brad Pitt filmben láttam. Nem, ezt még a Dustin Hoffmanos motabás, pont ebolás filmem. Tudod, a René Russo, Dustin Aha, Hoffman. Igen. Ők játszottak ebben. Ez egy nagyon jó kis film volt, amikor a végén ugye ledobják a bombát, vagy nem dobják le a bombát. Én meg ezt van? Egy Alexander-es prezentáción láttam, amikor kiadták a könyvedet. Mindenhol terjed. Egy ember megveszi, 100 ember megveszi, 1 millió ember megveszi. Na, úgyhogy Szlávik Jánost felhívjuk, jó? A hírek után megkérdezzük, hogy mi a helyzet. Ő azért elég lazán kezeli ezt a dolgot, de érdekes szerintem. Hiszen ő Madeirán van, igen. Érdekes dolgokat mesél majd nekünk, úgyhogy vele folytatjuk. 7:30 pontosan, 3 perccel jövünk a hírek után. Morning Show. Klassz FM-en. 7:30 pontosan, 7 perccel. Az, úgy, annyi. Elment figyelni a csészét, hogy mit ki írá. Hát, ha most ki és, ki és mit írá, igen, Jani nincs itt. Friss közlekedési híreink vannak. Kecskeméten az Erzsébet körúton ezüst Skodából trafiznak. Ezt TAP küldte nekünk. Köszönjük szépen. Aztán nézem, mert itt volt még egy M5-ös autópályán Szeged felé a 19-es kilométernél egy öngyilkos jelölt sétál szemben a forgalommal a belső sávban. Ott is mindenki figyeljen. Ez nagyon-nagyon fontos. És igen. Az Erzsébet körutas Kecskemétes Skodás trafizós tapos SMS-t mondtam? Mondd el még egyszer, így, hogy így. Delfines csúzás, vízi biciklis. Na, ugye az ebonáról beszélgettünk, és arról, hogy igazából terjed a dolog. Nem ijeszgetés, csak érdekes. Maga az, hogy próbálják lokalizálni ezt a dolgot, hogy próbálják megállítani, mi van, ha valaki föl száll egy olyan repülőre, ami mondjuk Európába jön, és már benne van az ebola. Én azt értem, hogy például a bizonyos afrikai országokban lezárták a határt, és mindenki csak vizsgálat után enged neki, hogy mindenkinek megnézik, hogy nincs-e láza, vagy mindenkit megmérnek, vagy mindenkit átvizsgálnak, vagy hogy vért vesznek, és ezt ott megvárod. Tehát ez hogy működik? Ezt sem nagyon értem. Hát ráadásul valószínűleg van egy lappangási időszak, amiben nem lehet ilyen tüneteket látni. Tehát nem lehet azt látni rajta, hogy lázas, verítékezik, stb., amik ezzel a fertőzéssel járnak. Hát ott szerintem elkerülhetetlen a vérvétel. Vagy egyszerűen nem engednek át senkit. És hogy vársz egy napot? És vársz egy napot, ami megjön az eredmény. Ezek érdekes dolgok. Vagy addig ott tartanak téged valamilyen táborban adott esetben, amíg a lappangási időszak el nem múlik. Viszont közben megfertőződhetsz. Hát ez az. Hogyha téged beraknak egy táborba, ahol semmi baj, csak várják a lappangási idő leteltét. Neked nincs. Neked nincs, igen. De a másik ülőnek, aki már nem csak lappang. Igen. Na, mindjárt mindent megkérdezünk, mert hogy itt van velünk Szlávik János infektológusunk. Hello János, jó reggelt!
Bon dia, tres amigos. Oh, streptococcus lactis. Szép nyaralosz, madeirosz, jó idősz, irigykedosz. Na, nálatok, igen, miért? 6 óra. 3-4-8 van nálunk, hát ott nincs időeltolódás, nem? Vagy van? De van, de van. Tényleg? Ó, bárcsak mi is veledosz, héderelosz, ottosz. Madeirosz, nyaralosz, napozosz. Bányosz, cajosz, bámulosz. Milyen Madeira, jó? Hát közelebb vagyok Afrikához, mint ti, úgyhogy az Ebolához mindenképpen közelebb vagyok. De látod, hogy még pihenés közben is felveszed nekünk a telefont, és még pihenés közben is tájékoztatod. Mert ismeretlen szám volt, és kíváncsi volt, hogy ki lehet. Emberek millióit, igen. Figyelj, arról beszélgettünk, János, hogy oké, hogy van, meg próbálják megállapítani, vagy megállítani magát a terjedést. De például, amikor az ember azt olvas, hogy lezárják az országhatárt, és senki se be, senki vagy csak ellenőrzés után, azt hogy kell elképzelni? Itt arról van szó, hogy nagyon rövid a lappangási idő. Tehát én tudom, hogy egy olyan 20-21 napig is eltarthat a lappangás, de általában egy héten belül a lappangás ideje van az ebolának. Ezért van az, hogy nagyon kevés, hát ugye fél éve tart a járvány, és azért összesen 1000 eset volt. Azért milliós afrikai országokról van szó. Tehát, hogyha a betegség olyan könnyen terjedne, akkor sokkal több beteg lenne, és sokkal több eset lenne. Ugye tudjátok, hogy miért terjed ilyen elképesztően gyorsan, és ilyen elképesztően hirtelen más államokra. Azért, mert itt Afrikáról van szó, ahol törzsi szokások vannak. Egy afrikai törzsnél ezekben az országokban az a legdivatosabb dolog, hogy a halottakat hazaviszik, csókolgatják, ölelgetik, öltöztetik. Ezért mindig először a rokonok betegednek meg. Azok a rokonok, akik a sokszor véres halottakat igazából ugye, a test közelbe veszik. Ezért terjed az ebola ilyen gyorsan. De ezért mondják azt, hogy egy európai országban, vagy egy amerikai országban ez a járvány egyáltalán nem terjedne ilyen gyorsan. Sajnos a közeli hozzátartozók és az egészségügyi dolgozók fertőződnek. De hát az egészségügyi dolgozó hogy? Azt mondjuk nem is értem, hogy ugye olvasni egy orvosról, hogy... Igen. Ezen nem is nem csodálkozom. Azt nem értem, hogy... hát hogy nekik azért megvan a felszerelésük. Igen. Ez így van, tehát ez egészen elképesztő, hogy az az amerikai segítő munkás, aki próbált ezt a járványt megállítani, ő fertőződött meg, hát igazán vigyázhatott volna magára. Tehát, de hát ráadásul egy afrikai vezető infektológusról is lehetett hallani, aki közben meghalt. Igen. De tudsz vigyázni magadra? Egyébként, ha kint vagy, mint segítő orvos? Én úgy értem, hogy igen. Tehát ez a betegség ugye a véres váladékokkal terjed. Tehát a betegségnek van egy olyan stádiuma, amikor az illetőnél különböző vérzések támadnak. Tehát a test váladékából ilyen vér távozik, és azzal fertőz. Hát akkor illik az embernek vigyázni magára, markot húzni, olyan dolgot, ebben megvédi magát, teljesen elképesztő, hogy ezek a segítők. Ez döbbenet egyébként. Figyelj, az amerikaiaknak például van ilyen laboratóriumban? Tehát ott egy amerikai laborban elképzelhető, hogy valaki belenéz a mikroszkóba, és ott csücsül ez az ebola? Tehát nyilván ők ezt begyűjtik, azért ezt ők szeretik. Van egy ilyen. Komolyan? Így van, van egy ilyen labor, ahol gyorsan meg tudják állapítani. Te láttad már ezt mikroszkópon keresztül? Tehát belenéztél már egy olyan mikroszkóba, aminek a végén ott csücsült? Hát nem mikroszkóban, de még lehet állapítani különböző technikákkal. Nálunk is meg tudnak állapítani, hogyha egy ilyen illető érkezne. Volt már egy ember, aki Guineából érkezett Magyarországra, és lázas volt. Ugye nem mondtam be a rádióban. És fölmerült, hogy esetleg ebolás lenne, de hát egy kis maláriás volt, nem ebolás. Aha. Hát mi megyünk Afrikába majd össze, hogy aspirint vigyünk? Vagy lázasodunk vagy majd? Vagy hansaplastot? Mi órá? Fenisztilgél, az segít esetleg, ha vérzik az orrom. Készülünk Afrikába menni majd így egy nagyobb csapattal így össze, de hát nyilván nem ebbe a térségbe. Tehát azért nem teljesen nem oltassunk. Teljesen oda. Abszolút. Oltásokat a gyerekszel adok tablettát. Van nekem egy kislányi manán, de ő mindig félt, hogy oda megyek, de nem kell félni, nyugodtan. Majd de esemény előtt vagy utáni tablettát vigyünk. Figyelj! Előtt. Játsszunk el a gondolattal, tételezi föl, hogy ez ebola mondjuk terjed a levegőben, tüsszentéssel, nem csak vér által. Akkor a
filmekben látható módszerek alapján próbálnák ezt megfogni, vagy mondjuk 24 óra alatt a lakosság 80%-a elképzelhető, hogy fertőzött lenne, vagy lehetne? Akkor nagy baj lenne. Hallottátok ugye, hogy van egy amerikai tudós, aki csinált egy olyan influenza vírust, ami ellen nincsen semmiféle védekezése az embernek. Ezt ő hozta létre? Ő hozta létre. Szabad napja volt és unatkozott, vagy miért kell? Igen, és nagyon sok tudós teljesen kiakadt ezen, hogy lehetett egy ilyenekkel játszanak tudósok, és ő azt mondta, hogy azért, hogy megakadályozza a későbbi nagyobb járványt, ez egy óriási dilemma. Most, hogy az ebola terjedne légúton, akkor nagyon nagy baj lenne. Az megállíthatatlan, nem? Az igen. Akkor tényleg jönne a vírus című film, kipusztulna az emberiség, akkor nagy baj. De mi lenne, tehát tényleg a térképek vagy a filmek által jelzett térképet látnánk, hogy egy piros pont, sok piros pont, Európa, Ázsia, Afrika, és mondjuk 72 órán belül körbeérne a Földön? Igen. Hát egészen ütös, hogy így van. Uh-huh. Ismesen, nagyon rövid a lappangási idő, néhány napról van szó, 60-70%-os halálozás, megmaradna az emberiségnek ilyen 20-30%-a életben maradni. De kik a rendszeresen sportolók, mint Feri? Pálinka jó rá! Pálinka az biztos, hogy jó. Na látod. Ki a védett? Na látod. Persze, mert fel sem fogod, hogy mi történik vele. Feldívvel. Ilyenkor mi van? Lezárnák a reptereket, senki sehova, aztán imádkozik, hogy ne kapja el? Vagy van erre minden államnak egy forgatókönyve, hogy ha mondjuk ő... Említettem, hogy itt a rokonok hozzákészik a betegséget, és van egy ország, Libéria, aki lezárta a határa. Igen. És úgy gondolta, hogy így megvédi magát. De igen. De hurcolják. Három egymással határos afrikai országról van szó. És hogyha lezárják a határokat, akkor nem tudják átvinni a másik országba. Ez logikus döntésnek. És akkor ha én egy afrikai országból el akarok repülni, akkor engem a reptéren megbérnek, hogy én lázas vagyok-e? Vagy ott is karanténba tesznek, amíg ez nem jelenik meg? Amikor a sertésinfluenza járvány volt, akkor mindenkinek a fülébe a reptéren bedugták a lőmérőt. És amikor magas láza volt, akkor legalábbis ellenőrizni elvitték, hogy nem engedték föl repülőre. Ez kevés, tehát egy ilyen ebből a járványnál rendkívül kevés. És az a doki, aki kifejlesztette, az nem értettem azt az érvelést, hogy azért fejlesztettek, hogy megakadályozzon egy nagyobb járvány, tehát neki ott a széfjében, a hűtőszekrényében, a kis laborjában csücsül egy olyan vírus? Így van, hogy ő kísérletezzen vele, hogy olyan ellenanyagot tudjon, ami majd az oltás előállításában segít, Én úgymond kutató vagyok, én nekem kicsit dilemmány vannak ezzel, hogy én miért kell egy ilyen vírus kifejleszteni. Ilyen szempontból én is egy kicsit félek. Ha találkoznál egy ebolással, akkor örülnél neki, vagy sajnálnád? Vannak olyan egészségügyi dolgozók, akik azt mondták, hogy ha az ebola jön, akkor ők mennek. Igen, van benne valami. Mosolyognál mi? Nem. Figyelj, én hiszem azt, hogy egy egész egyszerű védekezési módszerekkel, maszkkal, plexiüveggel lehet védekezni, tehát ez egészen komolyan csak véres váladékkal terjed, tehát nem kell hullákat csókolgatni. Hát igen, ebben igazad van. Igen. Ezért teljesen érthetetlen az a szaki, aki kiment segíteni védőruha, minden európai nyugati felszerelés ott volt, és mégis elkapta. Te durva. De akkor azt mondod, hogy ilyen családi rendezvényeken adott esetben terjedhet. Most lesz, hogy a lányomnak a szülinapja, lefújjuk? Jó. Hát érdekes ez a dolog. Mondom, ha nem mennénk oda, akkor az ember talán kevésbé érdeklődne, ugye kicsit az inger küszöb, hogy ami nem itt veled történik, az talán kevésbé érdekel, de hát mi is készülünk oda. De hát az még a jövő zenéje. Aki elsőnek tűzszent elégetjük. Gyerekek, ha lemertek tűzszögni, rohadt dühös leszek egyébként, mert nem használtak zsebkendőt. János, hagyunk téged nyaralni, vigyázz magadra, jó? Adios. Jó pihenést, köszönjük szépen, Szlávik János infektológusunknak, köszönjük szépen, jó nyaralást, hello. Bolyanos, akármit azt csinálsz, osz. Ott Madeiros. Én nem nyugodtam meg. Finomos, evosz, jókat ivosz, tengerben fürdosz. Bármeddig tudom, vigyázz. Vigyázz. Nagyon jó vagy, osz, spanyolosz, beszélosz. Jól tolodosz. Jól tolomosz? Megnyugtatosz Szlávikos Jánoszhoz? Nem osz. Nem osz? Nem osz. Kicsit ideges. Azt mondja, hogy vigyél egy plexit ma. Hogy? Vigyél plexos. Azt mondta, hogy magad előtt osz. Hát vigyél egy plexit, ráadásul, hogy átlátszó plexit viszel magad alá, mint nem vinél semmit, nem is látszik. Most miért zavar? És így fogsz egy hát olyan, mint hogyha mindig nyújtózkodnál. Aha. Jó, egyébként azért ne izguljál, mert te olyan magasan vagy, hogy neked egyrészt a fejed mindig felhő fölött lesz a fejed ott Afrikában, kettő, hogy mire elér odáig, míg valaki tűzszed,
és elindulnak ezek a kis valamiket, ír már rég meghalnak a levegőben. Viszont amitől a Feri csak ekcémás lesz, abban mi már mindannyian belepusztulunk. Érted? Látod? ami neked egy gyenge fejfájás, mi addigra már egy hete ott. Akkor hete nem létezünk. A gódom. Ugye Feri, azt mindenképpen akkor tedd meg, légy, hogy futás közül leragasztod a melbimboidat, mert hogy átvérzed a pólódat, esetleg félreérthetjük. És azonnal lelőttök. Ott jön az ebolás. Na jól van. Érdekes ez. Hát kell a kaland, hát jössz velünk. Van másféle is. Ne vicce. Most érted, itthon maradni, bárki itthon tud velünk jönni Afrikába. Uh-huh. Morning Show Ghost to Afrika. Azaz. Morning Show Ghost to Nyugat-Afrika. Az lesz a szép. Betegek vagytok. Na jól van, Óve bácsival és Beru néni, bejátsszuk már is. Óve bácsi és Beru néni. Nem gond, ha nem vágod a párologtatók bináris nyelvét. De ha jó a fület, kitalálhatod, mit dúdolnak a buckalakók vidám szomszédai. Óve bácsi és Beru néni. A párafarm csalogányai. Egyre kérlek majd, hogy kint léces, ne csókolgassál vérző fekete őket. Jó, jó. Ezt valahogy próbáld meg. És ne egyek, de ne vért. Igen, szegények, hát gondolod, milyen rossz látott nekik. Halló, jó reggelt! Sziasztok! Dóri, hello Dóri! Szia! Jó kedved van. Hát, így munka előtt. Na, még munka előtt jó, aztán mire beérsz, már nem jó? Hát, igen. Mit csinálsz? Büfébe dolgozok, lent a strandon. Milyen strandon? Nem rosszul. Hát Lelle is strandol. Csak nem a napfény strandol, ahova egyébként augusztus 1-én holnap után megyünk. Sajnos nem. Akkor nem is tudsz átjönni hozzánk? Egy lángossal. Hát még reggel talán le tudok, mert 9-kor kezdünk. Egy jó sajtos tejfölös. Hú, de jó lesz. Jó az föltapasztanálod az üvegsúgi oldalára. Nem sajtos tejfölös. Így van. Ja tudom, te ízét, egy pirított zabnyákot eszel, ja, tofóval, és fényt iszol, és ma frissen facsart marakúja levet iszol, te rohadt áruló. Úristen. És korpás kekszel bűnözöl. Jó, de utána plusz 10 kilométert kell futni. Hát. Nem is tudsz hozzánk átjönni, Dóri, akkor nem nagyon, ugye? Hát, reggel talán egy picit. Figyelj, nektek ez a szezon, ez nem az igazi egyelőre. Én nagyon sajnálok benneteket. Egy csomószor eszembe jut, hogy így a fenét tudtok csinálni. Hát ilyen időben, hát itt nincs normális nyár. Nagyon, nem? Hát nincs, de hidd el, hogy ilyenkor is tudom mit csinálni. Köszönöm, azt mondtad, de hidd el, hogy ilyenkor is hülyére keresünk magunkat. Ilyen jó lett. Te alkalmazott vagy, vagy ez egy családi büfé egyébként? Alkalmazott. Alkalmazott. És ilyenkor rossz időben mit tudtok csinálni? Hát... Sok palacsintát előre. Például feltöltjük a dolgokat, meg ilyenek. Aha. Minden klasszik van? Tehát van lángosotok, van palacsintátok? Sült kolbász, hek? Minden. Gépi fagyi? Van bizony, ezt pont én csinálom. E jó. Hát ez a nagy klasszik, ez még 20 évvel is. Ez annyira jó, annyira működik. Ez a jó, igen. Vinnék nektek, de mire odaérek, elolvad. Persze. Figyelj, meg könnyű a szemünket kiszúrni egy jó sajtos tejfölösre, és már egy kettőnkét, mert a Feri már csak pirított zabot. Feri már nem is ígérheted. Ők a fagyot sose szerettem, úgyhogy... Jó fokhagymásan, így van, kettőt. Hát a Feri ugye már, mivel ő már egy új Feri. Nekem kolbászt hoz nyugodtan, ne lángos. Ha van ma esetleg valamilyen ultralight gíroszatok, azt esetleg betolja a Feri. Meg három szelet abonettet is hozzá már, légy szíves a Ferinek. Az abonettet nagyon szereti. Nagyon finom gírost csinál a párom. Na, ő a gíroszos? Igen. Ő Mr. Gíroszot lellém? Igen, de ő csinál majdnem minden. Mr. Tarja. Mr. Tarja. Jó reggel. Volt idő, amikor a Feri ennek még örült volna. De ez már nem ő. Ma reggel nem megyek. Én nem 20, hanem 60 dekás tarjákat fogok levágni, mert jön a Feri. Látom? De neki már pazarlás. Ne állítsuk meg ezt a csodálatos férfi. Három szelet abonett vékonyan megkenve valami light margarinnal. Ez a Feri. Ezt csinálom neked majd reggelire, én meg megeszem a tarját. Aztán 10 km futás után, 5 km séta, majd megint 3 abonett. Úgyhogy hagyd a tarját. Jó vastagon megkenve üres növényi zselével. Ez a tiétek megásoké. Ez az ember már nem az, mint akit 6 évvel ezelőtt megismertünk. Ne beszéljétek le a hallgatókat, hogy hozzanak tarját és kolobánszokat. Hát hadd hozzanak. Csinálnám, beraknál a mélyhűtőbe jobb időkre, vagy mit csinálnám? Ja, amikor már visszaálltam. Na Dóri, figyelj, mutatjuk, mit csinál Óven bácsi Beru néném, jó? Rendben. Húha. Na most ez telefon vagy csengő? Hát vagy ébresztő óra, ilyen hosszasan csörgő, amit Balázs nem ér el reggel. Aha. Vagy iskola csengő, becsengetés. Ó, egy jó becsengetés. Igen, mutatjuk, mit énekelnek, figyelj. Nagyon nagy klasszikus. Hogy?
Parancsolsz. Húha. Semmi lehetne baj. Lehetne még egyszer? Hogy ne, figyelj, mutatjuk. Csak ennek az egy dalnak a jogdíjából már jók lennénk így mindannyian itt. Hát... megmondom, őszintén most még így semmi. Hát akkor vegyük ki a bögrét és mutatunk egy hosszabb részletet. Jó. A pop vagy rock történelme mind a kettőre hatása volt, egyik legfontosabb zenekara. De mondhatni, hogy a zene történelem egyik legnagyobb dala szerintem. Ez. És még van egy. Abszolút. És van még egy. Van még egy. Egy pár száz. Vézolik a balat. Semmi? Dóri. Én fiatal vagyok ehhez. Hát ez igaz. Egyébként így van. Ez igaz. Párodnak sem. Hidd el, mostani traktatok volna bele, egyben rávágtam volna. Hát akkor megmutatjuk, figyelj. Mekkora nóta. Mekkora nóta. És most együtt. Bizony, bizony. Bizony, bizony. Óriási nóta. Óriási nóta. Figyelj. Nagyon nagy. Azért nem beszélünk vele. Á, Istenem. Nagyon nagy. Az utolsó. Hát, tudom. Az utolsó stúdióalbum a Beatlesnek, így csak van. Mondom. Óriási. Zeneileg ne legyetek ennyire alulműveltek. Ó, köszönjük. Az majdnem olyan fontos zenekar, mint a Pokolgép. Így van. Az utolsó na, albumon. Na, egy tankcsapdát beraktatok volna, azt mondom, tudom. Hát! Ha szólsz Beatles... előre, hogy tankcsapda legyen, akkor azt. Igen. Egy Beatles jutott, Dóri. Figyelj, találkozunk a helyszínen, ha oda jössz, és ha ott játszol, vagy csinálsz valami jót, akkor ott majd lesz ajándékcsomag, jó? És ha viszek két lángos, meg egy kolbászt? Ilyen téren nem könnyen rossz. Megvetőek vagyunk egyébként. Abszolút. Lehet velünk bizniszelni. Péntek reggel mi erre nagyon nyitottak leszünk. Jó? Jó, és a kolbászhoz mit kértek? Hát a Feri aborettet. Mustár, kenyér, uborka. És a Feri pizdek a sörélesztő pejhet és két szelet aborettet. Ti, és akkor én meg a rendes fejjegyelet kérek mustárral. Mi rendesen mindent. És egy jó nagy fél literes krigli fröccsöt kér hozzá Feri. Bor és szóda nélkül. Csak meleg vízből. Dóri, tessék? Akkor vigyem csak a poharat? Hát maximum, Feri fogyókúrán van. A saját ízadságával úgy, hidratál csak, mert úgy jobban fogy. Dóri, köszi a játékot, pénteken találkozunk. Jó, rendben. Sziasztok. Jó kis letitbi, de sajnálom, ezt nem tudták, nem? Na. Egy nagyon érdekes témával folytatjuk 8 óra után, mert hogy napvilágot látott egy cikk, ami megint okot adhat különböző összeesküvés elméletekre, és megint felkeltheti a gyanút, hogy nem minden úgy történik a világunkban, ahogy mi azt gondoljuk, mert hogy egy kanzaszi kutatócsoport azt állítja, hogy nagy koncentrációjú C-vitaminnal a rákos sejteket meg lehet ölni, ugyanis ilyen koncentrációjú C-vitamint fecskendezett rákos kísérleti alanyok vénáiba, és az eredmény állítólagosan elsöprő volt, a C-vitamin hatékonyan segítette, illetve ölte meg a rákos sejteket, miközben az egészségeseket érintetlenül hagyta. És egyben egyébként ez a kutatócsoport ez nyilatkozott is, hogy a gyógyszercégeknek viszont egyáltalán nem érdeke valójában egy természetes anyagot propagálni és egyszerűen híresztelni, hiszen mi lenne akkor a multimilliárdos hagyományos rákiparággal, ami még hosszú-hosszú éveken keresztül milliárdokat termel különböző gyógyszeripari cégeknek. Mondjuk azt valljuk be őszinte, hogy ez elég banálisan hangzik így, tehát hogy gyakorlatilag a legismertebb, a legtriviálisabb, a leghétköznapibb, ugyanakkor persze az egyik legfontosabb vitaminról beszélünk, hogy ez eddig még nem jutott eszébe senkinek, hogy de ezt intravénásan adják. Ugye intravénásan adják, és nagy dózis, tehát hogy itt ezt sokan még nem próbálták ki, ez egy kísérlet volt, és azt mondják ők, ami nagyon érdekes, hogy a C-vitamin nem rendelkezik szabadalmi potenciállal,
Tehát a fejlesztés és a szabadalmaztatás nem kell, hogy támogassa egyik gyógyszeripari cég sem. Vagyis tulajdonképpen nem egy új dolgot hoznak majd el, és azt mondják neked, hogy itt van a Szent Grál, és akkor ettől te meggyógyulsz, vedd meg jó pénzért, hanem a piacon már sokak által előállított termékről van szó, maga ugye a C-vitamin. Nem keresel vele, érted, egy rákkezelés, ez milliókba kerül, nagyon sok pénz. Tehát így van. A kemoterápia minden nagyon-nagyon sok lóvé. Ehelyett ott az olcsó C-vitamin vénába, és igen, már is meggyógyul. Úgyhogy vendégünk lesz a témában az az ember, akit egyrészt nagyon sokan szeretnek, nagyon sokan támadnak. Neki is nagyon sok összetűzése van különböző hatóságokkal, próbálják betiltani, próbálják az ő munkásságát megállítani, és hát határozott véleménye van arról, hogy tulajdonképpen az egész bizniszhez hogy működik. Lenkei Gábor lesz a vendégünk, szerintem mindenki tudja, hogy ki ő, ugye orvos, kutatóorvos, és... hát azt gondolom, hogy igen, csak jártas ebben a témában. Az ő állításait, az ő véleményét nem kell késztényként kezelni, sőt, mi több nem kell elfogadni sem szentírásnak. De jó lenne, ha mondjuk ezen beszélgetés után jelentkezne majd valaki a másik oldalról, aki azt mondja, hogy megcáfolná azt, amit a Lenkei mondott, és akár mondjuk egy stúdióbeszélgetés keretein belül ezt megvitatná. Mert szerintem ez a dolog érdekes. Úgyhogy arról beszélgetünk majd, hogy egyáltalán érdemes-e sok C-vitamint szedni? Valóban igaz-e az, amivel tolják a fejünket, hogyha sok C-vitamint szedsz, akkor például veseköved lesz, vagy ez megint valamilyen lobby találta ki, mennyit adjál a gyereknek, mennyit adjál a felnőttnek. Izgalmas cikk, nem? Mm-hmm. Hogy lehet, hát, hogy itt van a kezünkben, csak nem érdekük egész egyszerűen, hogy ez valójában kiderüljön. Úgyhogy erről beszélgetünk Lenkei Gáborral, aki a vendégünk lesz, jönnek a hírek 8-szor van pontosan, mi pedig jövünk a hírek után. Három srác ül egy stúdióba. Három srác beült egyszer egy stúdióba. Ez történt 6 éve. Pontosan 8:49 lesz, 2 perc múlva. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Itt vagyunk egy jó kis kalt után. Csak így hogy van. Mindenkinek könnyebben csúszson a kávé, és könnyebben induljon a reggel. Ráadásul pont a szerda, ugye, hát az egy baromi nehéz nap. Fél idő, ugye? Se csütörtök, az már se kedd, ami még tart, pont a szerda. De egy kárt az segít. Az nagyon jó, ráadásul ez az a verzió volt, amikor Matt Sorum ült a dobok mögött, a Guns N' Roses egykori dobosa, úgyhogy ez egy nagyon jó kis felállás volt, nagyon jó kis album. Igen. Már igen, és ez még nem az elkapcsolási és az átkapcsolási faktor, őszintén mondom. Tudod, hogy megmondanám, hogy ez még... Mert Matt Sorum neve mond valamit. kivételesen megismerek egy ember belőle. Illetve mert kindult és beszélgetett a dal alatt, ez is befolyásolta. Pontosan, ezért sem átkapcsolási faktor. De jó volt ez. A 33-oson azt mondja, hogy Debrecen felé most pakolnak éppen. Méghozzá a trafit pakolják ki, úgyhogy ott is vigyázom mindenki. 42-es számú főút 52-es kilométerénél Ártánt felé egy kis busz a feje tetején, félig az árokban, félig a bicikli úton. A rendőr és a tűzoltó is most érkezett meg. Ezt Ramos küldte nekünk. Aztán Budapesten az Árpád úton erősödik a forgalom, zárt összefüggő felhőzet zárja el a napot. Szél nincs, lóg az eső lába. Anyám szerint bármit lehet enni, de ne vért. Csumi Erik. Erik Derigen írt nekünk. Lemerült a kártyája, vagy Szabim? Hát, a mama most öltötte vissza a pénzt. Igen. M3-as 76-os kilométer Horváth Rudi sárgája az oldalán az árokban. Most kezdődik a mentés, mindenki óvatosan, ez pedig Kölyök mondta. Horváth Rudi sárgája. Ja, értem, jó, igen, ez a kamion. Igen, a szállító cég. Azaz. Horváth Rudi sárgája az oldalán. Igen. Trafi a 3-as úton a 216-os kavicsnál, ezt pedig Jéger Meister küldte nekünk. Nagyon-nagyon szépen köszönjük a közlekedési híreket. Na, ahogy ígértük, nekünk vendégünk van itt a stúdióban, dr. Lenkei Gábor. Hello Gábor, jó reggelt kívánunk, örülünk, hogy itt vagy. Szervusztok, ura. Azt gondolom, hogy ezen beszélgetés után nagyon sok levelet kapunk majd, hogy szeretne talán a másik oldal is megszólalni, vagy az, aki nem ért egyet a nézeteiddel. Igen, pár gyógyszerész most keresztet vetett, amikor meghalottan. Igen, sőt, mi szeretnénk olyan beszélgetést, ahol a két oldal majd találkozik, és mindenki, aki cáfolja az általad elmondatokat, az akár bejön ide a stúdióba, és megmérkőzik veled, vagy birkoztok egy nagyot. Szeretnénk ilyen oldalt is megszólaltatni. Én is szeretnék ilyet, már sokszor felajánlottam, de nem volt jelentkező. De nem volt még soha, aki beszélt veled, igen. Na, egy cikk látott napvilágot, ami egyébként nem is annyira új, sokszor felmerül, sokszor megjelenik az interneten, aztán újra lehet olvasni. Most éppen újra megjelent, hogy nagy dózisú intravénás C-vitamin injekció megsemmisíti a rákot, mégsem szabadalmaztatható. Ugye ez egy szenzáció hajház cikk, aztán amikor az ember elolvassa, akkor elkezd rajta gondolkodni, hogy
hogy lehet, hogy szenzációhajhászás, de mi a fene van akkor, ha ez igaz? Ugye röviden elmondom a cikket, jó, amit te is elolvastál, ugye arról szól, hogy van egy kutatócsoport, akik azt gondolták, hogy nagy koncentrációjú C-vitamint fecskendeznek rákos kísérleti alanyok vénájába, és az eredmény állítólagosan elsöprő volt. A C-vitamin hatékonyan semmisítette meg a rákos sejteket, miközben az egészséges sejteket érintetlenül hagyta. A BBC News is hírt adott a tényről, és hát egész egyszerűen azt mondták utána, hogy a C-vitamin potenciálisan rákölő tulajdonságokkal rendelkezik, és tovább kéne vizsgálni, viszont valószínűtlennek tartják, hogy további kutatások alá vessék a C-vitamint, mert hogy a gyógyszergyárak nem szabadalmaztathatnak vitaminokat, és mi lenne így a milliárdos iparággal, ugye a rákiparággal. Erről szól a cikk, és akkor itt még különböző kutatóorvosok egyébként megszólalnak. Ezt a cikket te is olvastad, ugye? Most, igen. Most, igen, a kezedben nyomtam. Első hallásra mit szólsz hozzá? Több mindent, az egyik a szabadalmaztatás, ez valóban érdekes dolog, mert természetben lévő anyagot nem lehet szabadalmaztatni. Az oxigént, a vizet, a C-vitamint nem lehet levédeni, így nem lehet igazán nagyot keresni rajta. Nem véletlen az, hogy a gyógyszergyárak igazából nem foglalkoznak vitaminokkal, ez az egyik dolog. A másik, azt gondolom, hogy igaz, amit a cikk mond egyfelől, másfelől viszont azért óvatosságra inteném az embereket. A C-vitamin elképesztően jó hatással bír a szervezetre. De valakinek azzal áltatni magát, hogy a C-vitamintól meg fog gyógyulni a rákból, lehet, de ezzel nem szabad áltatnia magát, mert csodaszerek nincsenek. A rák először is egy pszichoszomatikus betegség, de ebben nem menjünk nagyon bele, mert ez egy külön műsor kellene legyen. Ez egy külön pszichoszomatikus téma, betegség, és én dolgoztam onkológián. Ha nem hárítják el azt a lelki okot, ami a rákot kiváltotta, adhatnak bármilyen csodaszert. Nem nagy esély van arra, hogy meggyógyuljon, de nagyon sok természetes anyag is, a hivatalos orvoslás által használt anyagok is segíthetnek abban, hogy egy ember felépüljön, de ez csak a testi oldal, tehát nem szeretném, hogyha valaki csodaszerként próbálná használni a C-vitamint, és elfelejteni rendbe rakni az életét. Egy másik, a szabadalmaztatás, ha már egyszer a rákról volt szó, még amikor belgyógyászként dolgoztam onkológiai betegekkel, ez a 90-es években volt, hogy mit jelent egy szabadalmaztatható gyógyszernél a remélhető profit a gyógyszergyárak számára, akkor is volt már olyan kemoterápiás szer, aminek egyetlen ampullája 70 000 forint volt. És abból egy alkalommal 4-5-öt adtunk be. Tehát ez egy nagy biznisz, ez kétségtelen tény. Tehát akkor azért ezt itt mindenki el tudja képzelni, hogy mekkora bizniszről van szó. Csak egyet hadd csavarjak vissza ezen, amit mondtál, hogy igen? Ugye pszichoszomatikus, és hogyha a lelki okait nem szünteted meg, akkor hiába bármilyen gyógyszeres kezelés. Ha a lelki okot megszünteted, és nincs gyógyszeres kezelés, akkor meggyógyulhat, igen. De értékes. A testet támogatni kell. Aha. Én utána jártam a világban, csak nem szeretném nagyon elvinni ebbe az irányba a beszélgetést. Én utána jártam a világban a különböző módszerekkel meggyógyult rákbetegeknek. Találkoztam velük. Kikérdeztem őket. Tehát én ezzel hosszasan foglalkoztam, akkor, amikor onkológián dolgoztam. Nagyon izgalmas, csak ez külön egy nagy téma. Konferáltátok fel, hogy arról fogunk beszélni. A C-vitamin, a gyógyszerlobbi, egyáltalán az adagok megállapítása. Ha jól tudom, akkor az állatok önmagukban képesek ugye előállítani a C-vitamin. Mi emberek erő, a szervezetünk nem képes, ugye? Egy tucatnyi élőlény van, aki nem képes. Az emberszabású majmok, egy gyümölcsdenevérfajta, a kis lüke tengeri malac, és a még nagyobb lüke ember nem képes előállítani, de az állatok túlnyomó többsége igen. És bocs, meg lehet mérni, ez egy nagyon izgalmas dolog, meg lehet mérni, hogy egy állat mennyit termel. És ebből ki lehet számolni, hogy mennyi lehet az ember, mennyi kellene legyen az embernek a napi minimális szükséglete. Tehát meg tudjuk állapítani, hogy egy bizonyos állat mennyit termel így magának, van. És ahhoz képest akkor lehetne egy viszonyszámot felállapítani, vagy állítani, hogy mennyi kellene egy embernek? Aha. Tudsz konkrétumot mondani, hogy egy ló, egy kecske, bármi, nem tudom. A kutya, macska, félék azok, ha egy 70 kilós emberre számítom át, mert valamihez viszonyítani kell, mert ugye a kutyák között is nagyon nagy méretbeli különbségek vannak, 3-4 grammot termelnek, a hidegvérű élőlények, a kígyó, teknős, azok olyan 1 gramm körüli C-vitamin mennyiséget termelnek,
De például a kecske az aranyérmes, az 13,5, 14 grammot, egy 70 kilós emberre átszámítva. A ló is nagyon sok C-vitamin termel, és van egy érdekes információ, sokat termel, de amikor például a versenylovaknak, amikor felkészítik versenyre, tuningolják, nem tartják elégnek azt, amennyit termel, és C-vitamint adnak a versenylovaknak. Na most hogy van az akkor, vagy azt mondani nekünk, hogy különböző táplálkozás kiegészítő szereken, vitaminokon van egy úgynevezett RDA mennyiség, igen, ugye? Amit valaki valamikor egyszer belőtt. Na most, ha jól emlékszem, például itt a C-vitamin az valami megdöbbentően alacsony, talán 60 mg per nap. Amiről most már azért rengeteg ország, rengeteg kutatója, rengeteg tudományos folyóirat, mindenki bebizonyította, hogy ez nagyjából ahhoz elég tényleg, hogy legyen erőnk mondjuk létezni. És ezeket az adagokat mégsem emelik föl. Sőt, mitől például a C-vitaminnál is van egy olyan lobby, vagy azt hallani, ami most vagy igaz, vagy nem, ezt mindjárt megválaszolod, hogy túladagolható, hogy vesekövet okoz, hogy vigyázzunk vele, hogy ne adjunk túl sokat magunknak, se a gyereknek, és az ember kapkodja a fejét, és nem tudja, hogy mit csináljon. Féljen a C-vitamintól, ne féljen. Sokat szedjen, keveset szedjen. Miért 60 mg például a napi megengedhető mennyiség? Ezt kitalálja ki? Ezt tudatosan tartják lenyomva? Direkt nem emelik föl? Ahhoz, hogy ezt a kérdést jól meg tudjuk érteni, hátrébb kell lépni néhány lépést. Mert amikor az ember benne van a dologban, akkor nem lát világosan. Ugye azt mondják, nem látja a fától az erdőt. A legjobban egy olyan ember tudná ezt megítélni, vagy egy olyan lény, aki egy másik bolygóról érkezik, és megnézni azt, hogy működik ez a Föld. És ha hátrébb lépünk néhány lépést, akkor azt látjuk, hogy a múlt század elején két párhuzamos folyamat zajlott. Akkor még volt finanszírozott alapkutatás, ami azt jelenti, hogy nem kell azonnal pénzt hozzon a kutatási eredmény, és a nagy tudósok, többek között Szent Györgyi, Linus Carl Pauling és mások összeraktak egy nagyon stabil, megbízható képet arról, hogy hogyan lehetne az emberiség egészségi állapotát jelentős mértékben megjavítani, például vitaminokkal. De ugyanebben az időben erősödött meg a gyógyszeripar is. És ez két ellentétes érdekű csoport. A gyógyszeriparnak nyilvánvalóan nem érdeke, hogy mindenki makkegészséges legyen, mert akkor nem tudja eladni a gyógyszereit, és elindult egy nagyon kemény harc, egy lobby tevékenység, amiből a gyógyszeripari mafiának szoktam hívni, került ki győztesen, és törvényeket hozatnak a vitaminok, a szedhető vitaminok mennyiségének korlátozására. Az Európai Unió az teljes mértékben befeküdt a gyógyszermafia ágyába. De pont például, bocsánat, hogy szabadvágok, hogy a C-vitamin esetében azért nincsen meghatározva az, hogy te mennyi C-vitamint szedhetsz. Tehát ez egy szabadon választott, opcionális dolog. Hiába ma meghatározom, mondjuk ez a 60 mg-os RDA szám, hogyha dolog. Én például 250 mg-ot szedek naponta minimálisan, ha pedig beteg vagyok, akkor ennél pedig többet. Ráadásul ugye itt egy olyan vitaminról beszélünk, ami annyira és annyira hétköznap, annyira mindenki hozzáköti az egészséget, hogy ezt adott esetben zöldségekkel is bevéheted. Igen, egy nagyon kitartó és nagyon elszánt ember zöldségekkel is be tudja vinni. Adok adatot. Tehát a számítások alapján azt lehet mondani, hogy egy embernek a testsúly kilóra lehet jól megadni. A minimális napi C-vitamin szükséglete az 30 mg egy kiló testsúlyra. Tehát egy 2 kilós embernek tökéletesen elegendő a 60 mg. Mondjuk egy 50 kilósnak, ha megszorzom a 30-at 50-nel, akkor az 1500 mg, másfél gram. Egy 100 kilós embernek 3 gram. A minimális C-vitamin igénye, amivel a szervezet nagyon jól tud működni. Na most, ha gyümölcsel próbáljuk bevinni, akkor vegyünk mondjuk egy 33 kilós gyereket, az ő C-vitamin igénye 1 gram, 1000 mg. Neki naponta egy másfél kiló paprikát kell elmajszolnia az uzsonnájához. Tehát szinte képtelenség. Tehát szinte lehetetlen bevinni. 2,5 kiló citromban van, 1 gram C-vitamin, 2,5 kiló eperben, 10 kiló megyben, és 20 kiló almában. De akkor kik azok, akik megállapítják ezt a mennyiséget? Tehát ki az, akkor az RDA megállapító bizottság, most nyilván teljesen laikusan kérdezem, ott vannak a gyógyszercégek képviselői, akik azt mondják, hogy ne szedj többet 60 mg-nál, legyen ennyi az ajánlott mennyiség, hiszen ha túl sokat szedsz, akkor nem biztos, hogy az jó nekünk, hiszen egészséges leszel. Ez az ajánlott napi adag az úgynevezett világkereskedelmi szövetségtől jön, aminek tagjai a legnagyobb gyógyszeripari cégek. És ők finanszíroznak egy bizottságot, csak nem akarok túl sok idegen szót. Táplálkozási szabályok gyűjteménye
az a neve magyarul ennek a bizottságnak, hivatalosan Codex Alimentariusnak hívják, és ezen a csoporton keresztül hozták nyilvánosságra, illetve erről tették be a társadalmakba az ajánlott napi adagot, amit át lehet lépni, de a hatóságok általában az ő szubjektív megítélésük szerint meghúznak egy limitet, hogy meddig engedik forgalomba hozni, és vannak olyan törvények, amelyek szerint például komoly korlátozást kell ráírni az ilyen vitaminkészítmények címkéjére, hogy az ajánlott napi adagot ne lépje túl, és a hatóságok ezek a hatóságilag, igen, nagyon figyelnek. Régen én azt írtam, aztán meg is támadtak, én régen azt írtam, hogy hatóságilag kötelező, de teljesen értelmetlen figyelmeztetés, kettős pont, így volt a címke kinyomtatva a nyomdába, ezt imádták a vevők, a hatóságok kevésbé. De akkor ugyanakkor miért hallja az ember azt, például a C-vitaminnál, hogy ha túl sokat szedsz, akkor az felhalmozódik, vesekövet okoz, vigyázzál, hogy ne szedjél túl, akkor ez is egy lobby, vagyis ez is egyfajta üzenet, amit el akarnak hozzánk juttatni? Én azt látom, hogy a gyógyszer mafia stratégái és PR szakemberei a legprofibbak a világon. Elképesztő tudással, szakértelemmel rendelkeznek. Ha mindezt jó célra használnák, akkor nagyon jó barátságban tudnék velük lenni. Nagyon tudatos és nagyon ügyesen gerjesztett propaganda van a vitaminokkal szemben. Ez a mese például, hogy a C-vitamin vesekövet okoz, akkor a kecskének hatalmas vesekőve kellene legyen. Hát talán a kecské és az ember szervezet azért nem ugyanaz, nem? Tehát azért, mert a kecskének nincs, az nem biztos, hogy nekünk nem lenne. Én most ezt laikusként kérdezem. Világos. Ez nem így működik, tehát ha egyszer a C-vitamin kicsapódik a vesében, akkor az kicsapódik a vesében, ha ez igaz. És a kecskének lenne. Nem csapódik ki. Nem, meg hát a többieknek sem. Csináltak egy nagyon izgalmas vizsgálatot, mert bizonyíték arra, hogy vesekövet okozna, nincs. De csináltak egy nagyon izgalmas vizsgálatot, majdnem 50 ezer embert vizsgáltak hosszú éveken át, vesekövességre hajlamos korban lévő férfiakat, mert férfiaknál gyakoribb a vesekő, olyanokat, akik az átlagnál jóval több C-vitamint szedtek, közel 50 ezer embert vizsgáltak. És bebizonyosodott, hogy nem okoz a C-vitamin vesekövet, és azt már nem terjesztik olyan széles körben, hogy a modern urológia rájött, hogy éppen veseköves embereknek jócskán megemelt adag C-vitamint kell ajánlani, mert jót tesz neki. Kifejezetten jót tesz. Azért ez döbbenet, amit mondasz. Igen. Az mindegy, hogy milyen alapú a C-vitamin? Tehát, hogy természetes vagy művi előállítású? Nem mindegy, mert nagyon kevés ember tudja megfizetni a természetes C-vitamin. Hát 2,5 kiló citromból lehet kinyerni egy grammot. Tehát én azt látom, hogy amit természetes C-vitaminként állítanak be, az esetek többségében kamu. Aha. Vagy akkor egyetlen egy kapszulának sok száz forintba kellene kerülnie. De akkor jó a szintetikus is. Tökéletes. Tehát hát Szentgyörgyi Albert éppen azért kapott Nobel-díjat, többek között azért kapott, mert lehetővé tette, hogy előállítsuk a C-vitamint nagy mennyiségben. Egyébként kukoricagrízből állítják elő, többé-kevésbé természetes lépésekkel, csak nagyüzemi keretek között. Tehát ha valaki azt gondolja, hogy a szintetikus C-vitamin az olyan, mint egy nejlonszatyor, tehát műanyag, akkor téved, pontosan ugyanaz a kémiai szerkezete, mint ami a gyümölcsökben van, csak más módon állítják elő. És a szervezet ugyanúgy fölismeri, és ha én bemegyek a patikába és veszek aszkorbinsavat, mondjuk 50 grammot, és abból megeszem napi 1 grammot, akkor azt a szervezet ugyanúgy fölismeri és beépíti. Tökéletes. Mert az volt, hogy egyél hozzá a roncsot, ugye? Vagy igen, hogy együnk hozzá valami természeteset, mert akkor a szervezet jobban fölismeri és fölszívódik. Ez egyébként nem butaság, tehát az ember eszik növényeket, gyümölcsöket, akkor abban vannak olyan egyéb kísérő anyagok, amik még feljavítják a C-vitamin hatását, például a bioflavonok. Mert nehogy most kiderüljön, ez nem igaz, már hónapok óta ezért iszok reggelenként citromlet, mert a Balázs ezt behozta. Én egyszer hoztam egy elméletet, olvastam egy ilyen tudományos folyamatot, hogy ha te aszkorbinsavat szedsz, akkor igyál hozzá egy deci narancslevet, mert a szervezet az aszkorbinsavat a természetes igazi C-vitaminnal, vagy igazibb C-vitaminnal jobban felismeri és jobban beépíti az aszkorbinsavat plusz a narancsban a C-vitamin. Ez annyiban nem igaz, hogy nem a narancsban lévő C-vitamin az érdekes, hanem a kísérő anyagok. A kísérő anyagok. Szentgyörgyi is észrevette azt, hogy bizonyos esetekben a C-vitamin nem hatott olyan erőteljesen, mint ahogyan az elvárható, és akkor fedezték fel a bioflavonoidoknak nevezett
anyagokat, és amikor ilyet is adtak mellé, akkor a C-vitamin kiváltotta a kívánatos hatást. Tehát inkább a kísérő anyagok is, nem a C-vitamin a fontos, ami a narancsban található. Azt elképzelhetőnek tartott, hogy bizonyos érdekköröknek mondjuk az útjában áll azon fiókok kinyitása, ahol lapulnak mondjuk ellenszerek akár a rákra. Tehát lehet, hogy valamelyik fiókban ez már megvan. Lehet, hogy akár ez a nagy dózisú C-vitamin egyébként emberek millióit menthetné meg éveken belül, ha mondjuk kutatásokra adnának pénzt, szabadalmaztatni tudnák, és nem attól félnének, hogy elvesztik a profitot? Tehát lehet már egy létező ellenszer valahol, amit egész egyszerűen nem engednek kereskedelmi forgalomba? Vagy megakadályozzák, nincs, vagy lassítják? Nincs létező ellenszer. A rákra a létező ellenszer az a lelki okok kezelése. Tehát nincs ilyen. Én nem tudok róla, hogy lenne ilyen eltitkolt csodaszer. Én azt mondom, hogy nincsenek csodaszerek. És én, ha eléggé mélyen beleástam magam ebbe a témába, azt látom, hogy a gyógyszeripar elsősorban nem azzal operál, hogy eltitkoljon már működő gyógyszereket, ennél sokkal okosabbak, sokkal profibbak. Egy átlagos társadalomban az emberek maximum 20%-a beteg. Van 80% egészséges. Lehetne stabilizálni ezt a 20%-ot, hogyha eltitkolnának működőképes gyógyszereket. Nem ezt csinálják, kinyúlnak a 80% felé, és a kis gömböc megy és bekapja a 80%-ot. A cél sokkal inkább az, hogy az egészséges emberekkel is gyógyszert szedessenek. Én Amerikában jártam, bocsánat, és láttam egy olyan reklámot, hogy megdöbbentő volt. Én nem tudom, hogy ezt az Unió engedi, nem engedi. Magyarországon még nem láttam ilyet. Az arról szólt, hogy te most még egészséges vagy. Pontosan. De kezd el szedni, pontosan. És így álltam a tévé előtt, és nem hittem el. Kezd el szedni, hogy majd, ha esetleg később problémád lesz, ne legyen, vagy később jöjjön, nem tudom milyen szer volt, és azt állította a reklám, hogy már most kezd el szedni egészségesen, hogy később nehogy ez a betegség megjelenjen. Pontosan, ilyen reklámot én még Európában nem látok, de hogy egészséges emberekben erősíti kvázi tulajdonképpen a később megjelenő betegség tudatot azáltal, hogy az egészséges emberek lelőnek. Hát ugyanezt mondott te is. Azt mondod, hogy szedd, hogy ne legyen ez vagy az később. Megdöbbentő volt. Tehát nem a kezelés, hanem a megelőzés a nagyobb biznisz. Szedd azért, hogy ne fájjon a hátad. Nem tudom, milyen reklám volt. Megdöbbentő volt. Ez nem megelőzés, hát ez egy okos trükk, ilyen például a koleszterin biznisz. Hatalmas. Annyira okosak, pontosan ki lehet számítani. Van egy 10 főből álló bizottság, aki a koleszterin szintet jóvá hagyja. Ez nagyon fontos, hogy az emberek megértsék a koleszterin, amikor azt mondja az orvos, hogy magas a koleszterin szintje. Egy valaki által jóvá hagyott mérte akkor szerinti. Nem a normál koleszterin szinthez, hanem az úgynevezett célérték. De ezt a célértéket egy bizottság állapítja meg, amelynek a tagjairól kimutatták, bebizonyították, hogy 8 közülük nagyon erőteljesen kötődött bizonyos anyagi érdekekhez. Bizonyos lobby körökhez. És pontosan ki lehet számítani, hogyha a koleszterinnek az úgynevezett célértékét csak 1/10 lejjebb viszem, az hány millió fogyasztót jelent a döntés másnapjától. Akivel lehet szedetni a koleszterin szint csökkentőt, és úgy van beállítva, mint egy szörnyeteg. Erről írtam külön egy könyvet. A cím elég egyértelmű, a koleszterin nem ártalmas. Elküldtem 5000 házi orvosnak ingyen. Kíváncsi voltam a reakcióikra. Csodálatos leveleket kaptam vissza, hogy nekik is tele van a hócipőjük ezzel a dologgal, mert rájuk kényszerítenek olyan terápiát a kötelező orvosi protokollal, amit ők nem adnának szívük szerint, de nincs más választásuk. Ha a célérték fölött akkor van, fel kell írnia, nem tehet mást. Majd később. Igen, rögtön folytatjuk a beszélgetést. Lenkei Gábor a vendégünk, közben nagyon sok kérdés érkezett SMS-ben is, úgyhogy mindjárt folytatjuk. Jó, 8:30 volt pontosan 4 perccel, Ákos elmondja a híreket, aztán jövünk vissza. 8:45 lesz pontosan 3 perc múlva. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Egy érdekes dologról beszélgetünk a napokban újra, imáron sokatszor egyébként egy kutatás napvilágot látott, hogy nagy dózisú intravénás C-vitamin injekció megsemmisíti a rákot, mégsem szabadalmaztatható. És ugye ezek az alapvetően új kutatási eredmények borzolták egy amerikai folyóiratban a kedélyeket, miszerint ugye ezt bizonyos lobbik, bizonyos érdekörök nem is nagyon akarják szabadalmaztatni, nem látnak benne pénzt, hiszen vitamint nem lehet szabadalmaztatni, és arról beszélgetünk, hogy ki állapítja meg ezeket az adagokat, mennyit kell szedni, mi a jó, és lehet-e bizonyos ellenszer, ami a fiókokban lapul, és nem nagyon kerül nyilvánosságra. Dr. Lenkei Gábor a vendégünk. És itt arról beszélgetünk itt a hírek előtt, hogy ugye az egészségesek felé kinyúlás, ugye ez a betegség tudat elültetése, hogy az embernek mennyire résen kell lenni, hogy már
nem az zajlik különböző médiumokban, hogyha beteg vagy szed, hanem hogy hogy ne legyél beteg, szed ezt és ezt. Mi tehát lesz, nem, ha nem szabad szedett? Hagyni, hogy a betegség tudatunk az erősödjön. Igen. Az első könyvemnek nem véletlenül adtam azt az alcímet, hogy a betegség ipar futószalagján. Tehát ennek ez a háttere. És akkor volt egy nagyon érdekes, nagyon jó meglátásod, hogy láttál olyan reklámot Amerikában, ami láttam, igen. Így van. Igen. Na most ott már megy egy olyan kísérleti projekt, hogy tesztet iratnak az édesanyákkal, és ha a tesztből arra lehet következtetni, hogy majd a születendő babának esetleg valamikor lehet majd elmezavara egy teszt alapján, akkor a mamát elkezdik pszichiátriai gyógyszerrel a terhessége alatt kezelni, és a babát a születésétől gyógyszerre állítják. Fát egy ilyen kísérleti projekt, igen. És erre emberek elmennek, és ebben részt vesznek? Nagyon könnyű megetetni egy édesanyát. Egy édesanyának mi a legfontosabb? Egy terhes asszony, egy váradós asszony, hogy nagyon érzékeny, hát állandóan azon aggódik, hogy meg lesz-e a gyereknek minden újat, de érthető. Ez egy vérmarker alapján, egy teszt alapján? Egy tesztet csinálnak, igen, egy tesztet töltetnek ki, és a kérdések alapján arra következtetésre jutnak, hogy igen, lehet a későbbiekben pszichiátriai érintettség, akkor elkezdik a terápiát már méhen belül. Hát elképesztő. Igen. Egyébként, hogy ugye, amit te mondtál, hogy nyílik az olló már az egészséges, igen, emberek felé, a félelem és a betegség tudat elültetése, hogy mennyire résen kell lenni. Nagyon sokan kérdezik a B17-et, hogy erre kérdezzünk rá, igen, nálad, hogy ezzel kapcsolatban mi a véleményed. Van egy könyv Magyarországon, én lektoráltam, nagyon jó a könyv, ha valakit ez a téma érdekel, olvass el, az a címe, hogy A világ rák nélkül. Ez egy nagyon, erről szól, a B17 vitamin történetét írja le. Nagyon jó vitamin, nagyon erős támaszt jelent, nagyon hatékony, szeretném megismételni. A rák pszichoszomatikus betegség, tehát csak pusztán egy anyagtól várni. Az nyilván nem nagy biztos. Én azt találtam, persze, hogy ezek a terápiák, a B17, meg egyéb Gerson terápia és sok egyéb hasonló jó terápia van, ezek varázsvesszőként működnek minden olyan esetben, amikor valakinek a lelki okot már valahogy sikerült kezelni, vagy azon sikerült túllépni, akkor ezek brilliánsan működnek, ilyen a B17 vitamin is. Aztán itt a D-vitamint kérdezik még nagyon sokan, ez is egy külön témakör lenne, órákat lehetne beszélni róla, hogy túladagolható, nem adagolható túl, szedjük, ne szedjük, nyáron ne szedjük, mert elég a napfény, télen szedjük, de miért olyan kevés az adag, ami patikában kapható, bár már vannak azért különböző kiegészítőszerek, ahol már szabadon megszerezhető a D-vitamin, kicsit nagyobb adagokban is, de erről is annyi mindent hall az ember, hogy egy ártatlan, egyébként csak a gyermekét vagy a saját szervezetét féltő szülő nem nagyon tudja, hogy mi a helyzet. Az egyik probléma ezzel kapcsolatban az, hogy mindig kiragadnak. Tehát az orvostudományi kutatások egyik gyenge pontja az, hogy kiragad egy valamit a rendszerből, és azt vizsgálja. És nem az egészet vizsgálja. Hogyha a vitaminokat nézzük, igen, vitaminokat lehet túladagolni, mert a vitaminok rendszerben működnek. A legjobban akkor működnek, hogyha 15 féle vitaminból egyszerre van elegendő mennyiség, olyan, mint egy növényi tápoldat. Ha valamelyikből túl sokat adok, akkor azzal felborítom az egyensúlyt, de ez nem más, mint egy fűszerezés. Ha túl sok sót teszek bele, akkor nem lesz harmonikus a vége, nem lesz jó. Tehát a vitaminokat túl lehet adagolni, kimutatták, hogy bármelyik vitaminból szélsőségesen sokat adok, akkor mivel ezek együttműködnek, egy másik vitamin hiányának a tüneteit fogom tapasztalni. Tehát egy vitamin túladagolásának a tünete, az egy másik vitamin hiányának a tünete. Tehát nem abból kezdesz el kevesebbet szedni, hanem egy másikból így többet. Így van, tehát hogyha ezeket jó arányban, egymáshoz viszonyítva jó arányban szedjük, akkor nem lehet túladagolást létrehozni. A túladagolás az arány felborítása. Az átlagember mit mond? Hallgatja, látja a reklámokat egyrészt a tévébe, olvas ezeket a különböző prospektusokat, meghallgatja, hogy mit mond a házi orvosa, utána meghallgat mondjuk téged, vagy hall hozzád hasonló szakértőktől bizonyos véleményeket, és ezek a vélemények sokszor nem találkoznak egymással, igen, sőt, szöges ellentétben állnak egymással. Igen. És ilyenkor mit csinál az átlagember? Összezavarodik. Akkor most kinek higgye? Igen, abszolút, nem tudod, hogy mi a fene van, igen. Ami nekem a nyugati orvoslásban a legfurcsább, hogy sok esetben cukorbetegek, magas vérnyomás, hogy sohasem látok konkrét gyógyulást. Azt látom, hogy beállítanak valakinek egy gyógyszert, elkezdik
kezelni a tünetet, és ahelyett, hogy a valódi okot egyébként megfejtenék és megtalálnak, egyfajta tüneti kezelés zajlik. Tehát nem látok, vagy csak nagyon ritkán meggyógyult cukorbeteget, meggyógyult magas vérnyomásos, csak beállítanak, ráállítanak egy gyógyszer, és szeded életed végéig. De ez nem az igazi gyógyítás, nem? Hát, ez csak egyfajta tüneti kezelés, amit a nyugati orvoslás sokszor csinál, de ettől effektíve nem biztos, hogy a beteg igazán gyógyult lesz, és mondjuk még él 30 évet mindenféle gyógyszer nélkül. Nem ez van sokszor? De, ez van. Itt megint, ugye én nem szeretem elvetni a súlykot. Annak, hogy egy cukorbetegnél, vagy egy magas vérnyomásos betegnél beállítják, és egy normális szintre be tudják állítani a vérnyomást, vagy a vércukrot, annak van határozott haszna, ami megnöveli az ember élettartamát. Tehát nem szabad ezt kidobni a szemétre, de amit mondasz, az teljesen igaz, nem gyógyulnak meg az emberek. Hát én éppen ezért hagytam abba a belgyógyászkodást, amikor erre rájöttem, hogy gyakorlatilag csak beállítunk embereket gyógyszerekre, és gyakorlatilag életük végéig tartó gyógyszerszedésre ítéljük őket, akkor úgy gondoltam, hogy ez olyan valami, amivel én nem tudok azonosulni. Noha ez a konkrét haszna, amit említettem, megvan, de én is kevésnek tartottam ezt, ezért indultam el más irányba. Na most mondjuk egy felnőtt ember, hogy akkor nézzünk konkrét adatokat, mondjuk például C-vitamin. Azt hallja az ember, hogy 60 mg, nyilván azért azt már a legtöbb ember tudja, hogy kevés. Van, aki 200-szer, 400-szer, csak körülbelül mondjuk te egy 80 kilós felnőtt férfinek mit mondanál? Hát amit mondtam, egy 80 kilós, 30-szor 80, 2400, tehát egy 2,5 gram, ez a minimális igénye. Most és a C-vitamina... mondjuk egy 100 kilós ultrafutó, az 3000. Új emberként megjelenő. Az a baj, bemész a patikába, már az 1000 milligrammosra is azt mondják, hogy hú, az azért komoly, hogy te 1000 milligrammot szedsz naponta. Te ezzel ellentétben azt mondod, hogy 3000-et szedsz. Míg orvosok veled szemben azt mondják, hogy nehogy. És jó lenne, ha írnának levelet, és ti ketten egyszer beszélgethetnétek akár itt a élőadásban, mert nagyon sok orvos azt mondja, hogy ne, amiről ugye beszéltünk visszakanyarodva a beszélgetés, hogy vesekő, hogy kicsapódik, hogy nem jó, hogy kipisilhet, hogy fölösleges, hogy megterheli a szervezet. Tehát könyörgöm, ugyanarról a dologról beszélünk. Egyik oldal, amit te mondasz, a másik oldal, amit ők mondanak. Igen. Ugyanarról a vitaminról. Két teljesen ellentétes, egymásnak nagyon ellentmondó vélemény. Azt hiszem, hogy van valami, ami jó kapaszkodóval szolgálhat. Hogy C-vitamin túladogolás meg nem halt bele senki. Igen. Mondjuk, hogyha valaki nagyon sok C-vitamin, túlzottan sok C-vitamint vesz be, akkor jó, ha fürdjék a lábai, mert akkor hasmenése lehet. Tehát ez, na, de van egy fontos kapaszkodó, mert ez mind duma. Jó, nem jó. Érvek, ellenérvek. Tényleg össze lehet zavarodni. Engem egyetlen egy dolog érdekel, az eredménye. Én 10 éve csinálom azt, amit csinálok, és megállapítottam egy nagyon egyszerű szabályt, és ez a lényeg. Ha valaki megfelelően alkalmazza a vitaminokat, akkor határozott, egyértelmű, jól észrevehető életminőség javulást fog megtapasztalni. Azt kell megtapasztalnia. És ha vannak emberek, én kaptam több mint 50 ezer levelet, kézzel írott levelet, amiben az emberek ennek az életminőség javulásnak a megnyilvánulásairól írnak, ez egy kézzel fogható valami. Jobb lett az élete? Jobb lett az élet. Akkor ez valamit jelent. Igen. Én ezt az egy kapaszkodót írják már, hogy ez a reklám, ez van Magyarországon is egyébként, amit mondtam. Hogy bizonyos dolgot szedjél, mert akkor később majd nem lesz ez, vagy az. Én ezt nem mondjuk konkrétan. Csak hogy ez a típusú anyag, reklám, ez már még az anyag nevét, igen, magát tetszik. A folsav, az valóban, ez bizonyított, hogy van egy olyan terhességi rendellenesség, hogy velőcső záródási rendellenesség, vagy nyitott hátgerinc. A folsav valóban megelőzi ennek a, különösen, hogyha már a várandóság előtt szedik. Másik nagyon fontos kérdés, hogy a csipkebogyó pálinkában van-e C-vitamin, hogy a lepárlással az elmegye. Hát az a C-vitamin az 60 fok fölött elmondni. Ez nem szerencsés. Szent Györgyi mennyit nyomott? 6000-et, 8-at, 10-et, 5-öt? Mit mondott? Hosszan kísérletezett, sokáig 1-2 grammot szedett. És C-vitaminból?
nem mindig vidám volt az ő. És aztán megemeltem? Azt nem tudom, azt nem írt a lakutatásaiban. És egyszer tüdőgyulladást kapott, 80-valahány éves volt, és nagyon nehezen épült fel belőle, és akkor emelte meg, kísérletezett, és megemelte az adagját 8000 milligramra, és viharos sebességgel felépült. Ezt leírja az irataiban. Elképesztő egyébként. Ugye szokták őt támadni, ezt a C-vitamin kúrát azzal, hogy állítólag ő rákban halt, meg ez igaz? Nem tudom. Azt nem tudom. Te mit látsz 100 év múlva? Mi lesz? Valaki egyszer csak megjelenik, és azt mondja, hogy gyerekek, nincs rákos ember a Földön, meg tudunk gyógyulni, és ez egy természetes anyag lesz, vagy a gyógyszer cégek, a lobbik, a különböző érdekkörök 100 év múlva is majd pont azt fogják tolni, ami nekik az érdekük, és nem nagyon fogunk tudni ebből meggyógyulni. Tehát ez egy velünk született és velünk meghaló dolog például a rák, vagy van arra esély, hogy egyszer csak tényleg valaki előáll, és azt mondja, hogy na, itt az ellenszer. Szabadalmaztatjuk, és emberek milliói gyógyulnak meg. Nem lesz ilyen ellenszer. Nem lesz. Nem lesz ilyen ellenszer, amikor csak beállok a sorba, benyomják a karomba az injekciót, és elmegyek boldogan. Nem lesz ilyen ellenszer. A rák azért alakul ki, mert valaki valamit elrontott az életében, és azt a dolgot helyre kell hoznia. De hogy mi lesz a vége, hogy a gyógyszermafia fog uralkodni, vagy ez a fajta szemlélet, amit például én is képviselek, erre azt tudom mondani, hogy ez olyasmi, mint a mint egy birkózó mérkőzés, ami még zajlik. Még nem tudjuk, hogy ki az erősebb. Zajlik a birkózó mérkőzés. Gábor, érdekes volt, nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál. Ha vannak olyan orvosok, vagy azok, akik veled abszolút más gondolnak, akár csak egy bizonyos vitaminról, mert itt kicsit túlsúlyban a C-vitaminről beszélgetünk, és azt mondják, hogy káros, hogy valóban vesekövet okoz, hogy szívesen beszélnének veled, keresenek minket akár e-mail formájában, én nagyon örülnék egy olyan beszélgetésnek, ahol az általad elmondottakat valaki homlok egyenest úgy cáfolja, hogy egyébként itt ül veled szemben a stúdióban, és két ehhez értő, a szakmáján belül találkozó, professzionális ember vitatkozik egymással. Úgyhogy ez a felhívás, ez áll. Ez az egyik oldal, lehet hinni, vagy én nem állok hinni. Elébe. Te állsz elébe, ha van, mert hogy olvastam azért itt különböző hozzászólásokat az ilyen típusú cikkekhez, nagyon sok orvos pedig tényleg az ellenkezőjét mondja, milyen jó lenne, ha jelentkezne és elmondaná, hogy ez miért nem így van, ahogy te mondod. Gábor, köszönjük szépen, hogy itt voltál, nagyon érdekes beszélgetés volt. Lenkei Gáborral beszélgettünk, köszönjük szépen. Mi pedig hármasugrást játszunk már is valakivel. Hármasugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki. Halló, jó reggelt. Sziasztok, Ricsi vagyok. Ricsi, hello Ricsi, hol vagy helyileg? 60-ban. Mit csinálsz? Egy logisztikai cégnél vagyok, raktáros. Raktárosként dolgozom. Hallgatod a beszélgetést? Volt időd? Nem, sajnos, majd este meló közben a felvételről. Ja, hogy ilyenkor csak küldesz egy SMS-t, hogy játszanál, visszahívunk, és közben utána majd este visszahallgatod. Hm. Uh-huh. Így van. Ravasz. Uh-huh. És mi volt a válasz? És mi volt a kérdés? Mert egyébként a hármasugráson kívül ezt ne felejtsük el mondani, mert ma még nem beszéltünk róla, hogy van nekünk ma is egy Fradi játék. Van ám erről majd a hírek után, igen, Fradi jegyeket lehet nyerni a Chelsea meccse. Oké, Ricsi, mehetünk? Persze. Így szól az első kérdés dedikált nyakbalkasztója. Melyik város egyik legismertebb köztere a Times Square? New York. Így van. Mehetünk tovább? Mehetünk. Dedikált egért padért, így szól a második kérdés. Hogy hívták az első űrrepülő élőlényt? Lajka. De jó vagy. Véleményes a kérdés egy kicsit. Mert? Mert ő kerülte meg először azért, mert előtte voltak Albert nevű majmok. Majmok voltak először az űrben, a Lajka legelső, volt az, aki tett egy kör. Ja, a legelső élőlény az meg muslica volt, amit fölengedtek. Jó. Azt hiszem. Meg két igen. Bodó bács, egy hőscincér és egy havasi cincér. De a földkerülésben a Lajka az a kutya volt. Az első. Így van, illetve te ezt írtad itt, tehát ez a helyes válasz, és ő jól mondta. Ennyi. Volt valami majom sztori. Öt darab. És elpusztult. Az első négy az elpusztult, nem értek vissza, azt hiszem. Igen. És az ötödik, az amcsik lőtték fel őket, és ő volt az első. Igen. Az ötödik Albert, aki visszaért. Tényleg, mindegyik Albert volt. Jól van, elfogadjuk a Lajkát, mondtad. Nagyon jó. Elfogadjuk abszolút. Mehetünk tovább? Milyen típusú a sport? Sporttal kapcsolatos. Ezt most tudom konkrétizálni. Igen. De szerintem te is fogod. Akkor menjünk. Jó, így szól a harmadik kérdés dedikált óráért. Melyik sporták világklasszis képviselője volt Katarina Witt? Katalin? Katarina Witt.
utána Nyuszis magazinban fotózta magát. És ezt utólag is köszönjük szépen. Ezt nagyon köszönjük. Igen, színészkedni is próbált talán, de nem jött be neki. Egy szexszimbólum is volt egyben egyébként. Fogalmam sincs, sajnos. Ez a műkorcsolya lett volna. Így van. A műkorcsolya, hatalmasokat ugrott, hatalmas... Az is, igen. A ruhákban. Szép combjai voltak. Szép. Hatalmas korcsolyával. Minden nagyon-nagyon rendben volt. Keres rá ezekre a fotókra. Megéri. Igen. Vízesés alatt is. Rákerestem már. Lóval is. Nem, az egy másik. Nem úgy értem, volt egy lóra ráfekvős képe. Na jó, oké, nézzünk akkor egy bumbat, úgyis régen volt, jó? Mennek az ajándékcsomagok, figyelj, tiki-taki. Bum! Jaj, de hegy, te szép! Hát most az még a por, vagy a füst? Ez a füst. Nem. Nálatok? Semmi sajnos. Nem. Nem jel ez a szoftver. Nem adott. Semmi baj. Köszi, Ricsi. Köszi a játékot. Ciao, hello. Ez volt a hármas ugrás a Morning Show-ban. Készülj a következő megmérettetésre. Na jól van, hát ez nem sikerült. Viszont Fradi kérdésünk még van, Fradi játék, ugye? Kettő darab jegyet adunk ba is valakinek, aki ott tud lenni a Ferencváros Chelsea stadion avató meccsen. Elég nehéz ide bejutni, de szereztünk néhány jegyet. És prémium kategóriásak nagyon jó helyekre szólnak. Így van, úgyhogy ezt adjuk majd valakinek. Jó, egy kérdésre kell válaszolni, jövünk a kérdéssel a hírek után. 4:10 lesz pontosan, 3 perc múlva. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Egy dallamos rock után itt vagyunk. Egy jó kis Hooligans dal volt. És igen, hát egy kis dallamoska, nem? Ja, rokocska. Dallamoska, rokocska. Így van. Nézzük gyorsan a közlekedési híreket, hogy mi helyzet az utakon. Trafi az Egér úton, Pest felé, Egér út 70-es út, lehajtó alján van egészen pontosan. Küldte nekünk egy hallgató, köszönjük szépen. Budai alsó rakparton lassabb a haladás, mint általában szokott lenni ilyenkor, 4:10 körül. Útépítés miatt torlódik a forgalom a 82-es főútnál, Zirc előtt. Ezt Hege küldte nekünk, valamint tűz van a Budafoki úton a híd előtt. Egy felső emelet ég egy házban, ez Szilárd küldte nekünk. De a tűzoltók most értek ki, úgyhogy ott is elég nagy dugóra lehet számítani. Az M6-oson mérnek a 42-es kilométernél Pest felé, köszönjük szépen, valamint egy kérdés, hogy ami fura számomra kicsit még, hogy még mindig kérdés, de nincs ezzel baj, mert sokszor megválaszoljuk, ha kell, hogy a Lenkével folytatott beszélgetést nem tudtam végighallgatni, viszont nagyon érdekelne. Hol tudom meghallgatni a weboldalon? Köszi a választ. Morningshow.hu, ott vannak a napi témák, vagy bementek az archívba, beírjátok a keresőszót, és kidobja az anyagot, és meg tudjátok hallgatni. Így van. De a napi témák között mindig ott van a főoldalon. Hogy ez volt a napi témánk, ezzel foglalkoztunk, és akkor ott a meghallgatás letöltés opció közül lehet választani. Ennyi. Nagyon-nagyon-nagyon egyszerű. Egyébként. Úgyhogy, ha valaki a Lenké is beszélgetés szeretné visszahallgatni, akkor tegye meg. Továbbra is áll a felajánlás, hogyha esetleg van olyan orvos, aki ezzel homlok egyenes másban nem ért egyet, hívjon minket, morningshow@classfm.hu, jöjjön be, beszélgessenek, annak örülnénk a legjobban, ha mi laikusok egyébként egyszer kaphatnánk valami konkrét igazságot, nem? És tudnánk, hogy mi az, amit jó, ha szedünk, nem jó, ha szedünk, mit szedünk, mit csináljunk, mit ne csináljunk. Ütközni, káros, érvek ellen, káros, érvek ellenére, én nagyon szeretnék egy ilyen beszélgetést, igen. Mi semmi más, amikor Lenke egy másik oldalon egy kutatóorvos, egy professzor, egy orvos, aki azt mondja, már pedig bizonyítékai vannak, hogy a C-vitamin vagy a túl sok vitamin túladagolást okoz, stb. És akkor ők ezt itt szépen megvitatják, mi pedig végighallgatjuk és kérdezünk. Na, egy kicsit későn teszem fel én is a kérdést, mert a doki már elment, de legalább gondolkozom rajta. Megyek veled futni. Isten vagy, köszönöm. Jó, menjünk. Köszönöm neked. Köszönöm szépen. Nem, nagyon sokan kérdezik, ugye itt elhangzott az, hogy pszichoszomatikus betegség a rák, és hogyha rendbe teszed magad lelkileg, akkor kijössz belőle. Tehát ha megszünteted azt az okot az életedben. Hát ez így szerintem nagyon árnyalt, ez, hogyha kijössz belőle, meg ha megszünteted, milyen stádiumban veszik észre, mikor veszik észre, mennyire áttétes, tehát hogy azért az ilyen kijelentéseknek szerintem nagyon sok oldala van, de nem biztos, hogy kijössz belőle. Jó, még akkor se, ha mondjuk te megoldod azt a lelki problémát, nyilván függ, hogy ezt mikor vették észre, hogy mikor diagnosztizálták. Ki lehet jelenteni, hogy ha lelkileg rendben vagy, akkor nem fog a rák elérni, vagy ez is szerintem igen, szerintem ezt az egészet úgy kell egyébként elképzelni, és akkor mindjárt jöhet a kérdés, hogy még egyébként nem tetted föl, hogy a
hogy az ember körül van egy burok, egy érzelmi burok. Ezt most nagyon-nagyon képletesen mondom, és ha az érzelmi burok megsérül, akkor azok a betegségek, amik itt a levegőben köröznek körülöttünk, és most nyilván képekben fogalmazok, a rák nem köröz körülöttünk, mert nem egy vírusról van szó, tehát nem így beszélek. Azok ezeken a megsérült lelki burkokon keresztül jutnak el a te szervezetedbe. Tehát, hogy ha te fizikailag, mentálisan, lelkileg egyben vagy, akkor ezek a dolgok téged nem érnek el. Ezek akkor érhetnek el, hogy van vagy egy genetikai hajlam, vagy van egy olyan lelki sérülés, aminek a lyukán keresztül ez beférkőzik. Aha. Érted? Aha. Tehát lelkileg egészséges embereket nyilván sokkal ritkábban támad meg. Vagy van egy hozott dolog, el nem engedett dolog, fel nem dolgozott esemény az életedben, amin keresztül ez először megjelenik csak itt melletted, megtalálja a tested körül azt a lyukat, ahol be tud férkőzni, és ott megjelenik, és tulajdonképpen fizikai formában megjelenik, mint rák. Erről a témáról bőven olvashatunk majd az új könyvedben? Nem. Nem lesz új könyved, nem olvashatunk. Én ezt így gondolom. Jó, tehát, a kérdés hogy... az úgy szól, és nagyon sokan felteszik, hogy oké, hajlandóak ezt elfogadni, amit most te mondtál, és amit a Lenkei hát a doktor úgy jóval hitelesebben mondta ezt. Hogy mi van a csecsemővel például, akit alattal születik, vagy nagyon korán kialakul be? Mi van egy egyéves, kétéves kisgyerekkel? Ott ő mit rontott el? Mit kell újraértékelni az életében? Mit kell erre hagy válaszoljak én? Jó. Szerintem az a szimbiózis az oka, ami az anya és a csecsemő között, vagy az anya és a magzat között van. Tehát, hogy azt mindenki tudja, hogy az anyának a lelki állapota, az anyának a legészségi állapota, az mind nagyon-nagyon meghatározza azt, hogy az a magzat milyen egészséges lesz, hogy fog születni. Igen, lehet ez is. Ez már szerintem meggyőződésbeli különbség, hogy erre ki hogy válaszol, ugyanis konkrét tény nincsen, meg konkrét válasz erre nincsen. Mindenki meggyőződése vagy hitrendszere alapján tud erre a kérdésre válaszolni, hogy például mondjuk egy két éves gyermek, ha rákos lesz, egy három éves, ami nyilván szörnyű felnőtt korban is, de hát gyerekként meg aztán pláne megmagyarázhatatlan, annak mi az oka. Egyrészt lehet ez is, amit egy dohányzó piáló anyukának, hát az esetek nagy részében a gyermeke is valamilyen hátránnyal fog majd születni, egészségügyi hátránnyal. Ez oda vezethető vissza szerintem, hogy az ember miben hisz. Tehát azt gondolja, hogy egyszer élünk, itt vagyunk, meghalunk. Ha azt gondolja, akkor nehezebb rá válaszolni. Ha azt gondolod, hogy életeken keresztül jössz, fejlődsz, tanulsz, akkor már például megválaszolhatod ezt a dolgot úgy is, hogy van egy hozott dolog, amit tulajdonképpen te életeken keresztül halmoztál, te megszületsz, és most úgy döntöttél, mondjuk két-három évesen ezt a dolgot te mondjuk leteszed. A másik pedig a szülő-gyerek viszony. És az sok szülő azt nem tudja, vagy nyilván a hitrendszere meggyőződése nem is engedi, hogy tudja, vagy máshogy gondolja. Hogy a gyerek azzal, hogy beteg, azzal tulajdonképpen nem csak ő él meg valamit, és ő tanul meg valamit a betegségről és a korai halálról, hanem ezzel a gyermek a körülötte élőket is ugyanúgy tanítja. Tehát, hogyha például azt mondjuk, hogy van két lélek, aki megbeszéli, hogy most szülessünk le, én leszületek a te gyermekedként, te leszületsz az én édesanyámként, és én megtanítom neked azt, hogy milyen érzés az, mert ez is egy tanulás, az élet egy tanulás, mondjuk 38 évesen elveszteni egy 3 éves gyermeket, akkor ez a két szerep, ez leszületik ide a földre, és az egyik szereplő megtanítja a másik szereplőnek, hogy milyen, amikor te elveszted a saját gyermekedet, feldolgozod gyászként, megpróbálsz új életet kezdeni, és megpróbálsz viszonylagosan teljes életet élni. Az tehát ebben van ez a lecke. Tanítalak, tanítasz című dolog. Tehát sosem szabad szerintem, vagy hát meggyőződésem szerint inkább így mondom, de nyilván erről sokan sokféleképpen gondolkodnak, hogy csak a gyermeket vizsgálni, hogy neki ebben a pillanatban mondjuk 3 évesen, 4 évesen, 6 évesen, ami szörnyű, meg kellett halni a rákban. Ebben van egy nagyon nagy adag tanítás véleményem szerint, vagy az életfilozófiám szerint, hogy jön a gyermek, ő ezt megteszi, de ezáltal tulajdonképpen a saját környezetét is tanítja, és téged ugyanúgy, mint szülőt elengedni, feldolgozni, tovább élni, ami aztán lehet, hogy egy későbbi leszületésnél cserélődik. És azt mondja, hogy most én voltam a gyermek, én megtanítottam, most én jövök gyermeknek, és megtanítalak téged bizonyos más dolgokra. Hát, érted? Mondjuk tehát nehéz ez ilyen józansággal kezelni ezt a dolgot. Nagyon nehéz, benne vagy. Nyilván, hogy nem. Ezért mondom, hogy ez már kívülről, persze, ez meg ez már mindenkinek a saját meggyőződése, a saját rendszere, a saját életfilozófiája, ami szerint él. Én, ha egy ilyen tanítást kapnék, próbálnék erre valami hasonlóképpen gondolni, hogy itt már nem csak a gyermeket kell nézni, hanem ahova jött, milyen családba, miért ahhoz a családhoz, miért jött a te gyereket hozzád, miért jött az én gyerekem hozzád, én mit tanulok azáltal, hogy itt van, és ő mit tanít nekem azáltal, hogy az én családommal született. Ahogy neked is tanít a gyerek, neked is, és nekem is, sőt, hát ők a legnagyobb tanítók. Az egyébként. Nem lehet, hogy, de mondjuk ez már messzire mutató beszélgetés lesz, az nem lehet, hogy ezt az egész rendszert, akár a tiédet most, vagy akár a katolicizmust, azért talán álltuk ki, hogy megpróbáljuk elfogadtatni saját magunkkal például egy ilyen esetet. Tehát ha én elvesztem a 3 éves gyerekemet, akkor ez egy pici menekülő út, hogy azt mondom, hogy nem baj, most ebből én tanultam, és majd a következő életben megrendben. Hogy ez csak egy mencsvár, és tulajdonképpen nem így van.
Ezt az összes vallásra hitre szokták mondani, ugye ott a katolicizmusban a feltámadás ugyanez, hogy itt ugyan vége, most ő meghalt, de hidd el, hogy majd találkoztok odafent, és aztán egyszer csak feltámadunk. Tehát azt mondtam, gondolom, hogy ez kicsit messze. Igen, azt gondolom, hogy ha megnézed a Koránt, ha megnézed a Bibliát, ha megnézed Buddha tanításait, azért az nagyon nehéz, hogy ilyen horderejű dolgokat azért csak úgy, hogy mi ketten elkezdjük terjeszteni, ez nem tud világvallássá nőni. Tehát azért ennek kell, hogy legyen valami forrása, vagy valami alapja, mert olyan horderejű, annyi ember követi, annyi ember hiszi és gondolja igazának azt a bizonyos meggyőződést, hogy azért az nem tud úgy elindulni, hogy 3000 évvel ezelőtt mondjuk két ember kitalálja azt a saját túlélése érdekében, hogy higgyünk ebben vagy abban, és hát a szájról szájra aztán ez valahogy elterjed. Tehát, hogy azért ezeknél szerintem ennél mélyebben szántó dolgok, meg ennél erősebb dolgok kellettek, hogy legyenek pár ezer évvel ezelőtt. Én lehet, hogy ez egy túlélési technika. Lehet, hogy aztán az egész újjászületés egy rohadt nagy baromság, és meghalunk, és jól röhögünk majd még azon, akik itt éldegélnek és hisznek abban, hogy jó életet kell élni, mert akkor te jót kapsz vissza. De azt mondják, hogy hülye vagy, egyél, így átdugjál, tök mindegy, úgy sincs. Én már tudom, mert itt ülök föl, de hülye vagy, hogy te ebben hiszel. Ez tetszik, ez azonnal tetszik. Szóval, hogy persze, nyilván ez egyfajta túlélési rendszer. Szerintem egy ilyen intelligens biokémiai folyamat, mint maga az ember, azért nem jön létre cél nélkül. Tehát azért azt gondolni, és persze ez megint egyfajta meggyőződés, hogy élünk, eszünk, iszünk, itt vagyunk, szeretünk, meghang, azt annyi. Ennél szerintem ez egy rafináltabb történet. Ez okosabb sztori. De ha mégse, ez egy nagyobb tanítás. Akkor az is megvolt. Ha mégse, akkor viszont fel se tudja. Hát akkor meg úgy kell élni. Akkor lesz ület megint tanulni. Megint. Nagyon jó. Akkor jöhetek még egyet. Egyébként az új világvallás az elindult, az pedig a hosszú élet titka az, hogy a futás csak nem kell abba hagyni. Így. Érted? Tehát nem halsz meg közben, hanem a futás, akkor sokáig fogsz élni. Hogy jó, én ezt mától hogy fogom. Hogy én azt nem gondoltam, hogy mától fogom terjeszteni, gyerekek. Valaki nekem térít a futásról, az te lesz. Ha ezt a Jani mondja, ha a Csabi mondja, okay. De hogy egyetlen embertől nem várok térítést a futásról, te, akivel válvetve tényleg azon harcoltunk, hogy fusson, akinek öt anyja van, bármi más sport. Te most te, aki minden hétvégén mangalicákat áldoztál. A véres oltára. Malacok ezrei haltak meg a kezed között, te most mit mondasz, hogy fussatok minden nap. És sétáljatok, és éljetek, és sportoljatok, és ne hagyd abba. Érted? Hát ez, ha megállsz meghalni futás közben, akkor nem élsz tovább. Tehát futni kell. Ez nekem ennyi. Valami szörnyű, és tudom, hogy te is azért vagy az én életemben, hogy tanítsál, és elfogadjalak úgy, ahogy vagy, de én most kicsit nem akarok tanulni. Egy pár nem, nem akarnak meg elfogadni, hogy te a Pálinka fesztiválok és a Mangalica fesztiválok arca, találkozunk a Margit szigeten 6-kor, Jani, futnom kell ma 6 kilométert. Milyen világ ez? Jó, de jó. Milyen világ ez? Hihetetlen. Legközelebb tudom, mit csinálunk majd a hétvégünk, a tévőt kapcsolgatjuk a távirányítól, és meglátjuk a felét az elsősorban egyet, a vidám vasárnap. Nem, igen. Új egyházat alapítok. Ja, tényleg. Újat, valami futással kapcsolatos. Ez lesz a nevünk. Valami egyházat csinálsz, igen, ahol futni fogsz? Ebben fogunk hinni, hogy futunk. Fuss el a múltattól, egyház. Szakíts a múltaddal, kezdj el futni. És hol tartasz egyébként? Az elfutás? Nem, most menj, mi van? 4K, 10K, 5K? Nem, most a 10K-t csinálom, az 45 perc futás volt. Tegnap az egy 8 kilométer. De ez még bontva, tehát 30-at futsz egyben, 5 perc séta és 15 percet még egyben. Tehát így 45. És a tempó nincs megmondva? Tehát ez mindegy, milyen tempó? Azért, hogy folyamatosan 30-at fussál. Igen. Jó tempóban, ami neked jó, neked kényelmes. Most ez lehet, hogy kocogás valakinek, le valakinek meg lehet, hogy szélsebes futás. Pár nap ezelőtt én még arra a Ferire emlékszem, aki egy Tigris Bukferencre azt mondta volna, hogy hagyjál már, gyere inkább így. Hát arra szerintem még most is azt mondja. Kiderül, hogy 2 hónapja fut, érted, és arról beszélsz, hogy itt 30K meg 40K, meg fussá 30-at egybe, utána 15 percet sétáljál, majd fussá még 15-öt. Nem, 5-öt nem sétálunk már 15-öt. Csak 5-öt. Szörnyű, nem akarok. Nem, a fejünkre nem akarok nőni. Ilyen világban élni. A fejünkre fog nőni. Most majd legközelebb majd jönnek saját estúdiós gyakorlatok, akkor már kifejezetten kellemetlenül fogom érezni magamat. Utána elkezd majd teniszezni. Hát azért azt nem. Igen, iszonyatosokat szervál, és mennyibe szervál. Hát én 160-asokat szerválok most. Jözból játszom, mondom, Jézus, Atya Úristen. Jani, húzatkodó verseny? És tudod, így belehúzna 30-at. Aha. Hol? Na, ott elköszönök. Na, ott én is leteszem. Ott nem akarok vele tovább dolgozni. Ott rakok én egy tüzet, elégetem a teniszütőmet, a teniszfelszerelésemet, a foci cuccomat, ezt így leöntöm, ilyen, nem tudom, tűz folyadékkal, meggyújtom, végignézem, és soha többet. És abba hagyom. Na mindegy, Fradi kérdés. Mondja, vagy mondod?
Mondja, te ott van. Na, figyeljetek, meg itt is. Na, nagyon figyeljenek azok, akik ott szeretnének lenni a Ferencváros Chelsea mérkőzésen. Augusztus... Így van. 10. 10-én. Kösz. Mi a Ferencvárosi Torna Klub jelmondata? Nagyon-nagyon egyszerű. Igen? Nagyon-nagyon egyszerű a kérdés. Szerintem már most, hogy ráfrissítek, abban a pillanatban ott lesz. És a az utások ne írjanak, hogy mocskos, BKV, sállalálala. Nem ez. Jó? Tehát kérjük az utésokat, kíméljenek minket. Egy utés egyébként. Tudja. Nem arra gondolok, hanem ha szereti a Chelsea-t, akkor öngyilkosság, őt azért felakasztják a vérbeli utésok, ha elmegy egy Chelsea Fradira a Fradi stadionba, úgy, mert ő egyébként nem a Premier League-ben mondjuk a Chelsea-nek drukkol. Szerintem ő. Uh-huh. Szerintem árulás az? Én nem, ja, nem. Abszolút nem értek a futball az egy vérbeli UTE rajongónak árulás? Ja. Elmenni egy Fradi meccsre úgy, hogy nincs ott a kedvenc csapata az UTE? Ja, nem. Nem? Nem. Nem. Az Újpest szemben nem. 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 Szerintem az bátorság. Nyilván nem arra gondolok, hogy bátorság. Egy lilafehér valószínűleg ők zászlóval a nyakában. Ők az Újpest Fradikon találkoztak egymással. Tehát ők azért ismerik egymást. És majd, amikor majd a Fradi kemény ma, ha ott lesz, kiszúrja, hogy ott van a másik oldalon egy utés, aki a Chelsea-nek szurkol, na akkor. Akkor nagy baj van. Onnantól kezdve azért, érted? Hmm. Még izgalmasabb a meccs. Tehát egy utés csak titokban mehet el egy Fradi Chelsea-re. És nem mondhatja el, hogy gyerekek, ott voltam a Fradi Chelsea-n a Chelsea miatt. Nagyon komoly ez a futball iránti rajongás. Most én nem az ultrára gondolok, ahol minden lila ismer minden Fradist. Már egyébként a klubhőség, mert hogy ez a... Hát igen, de hogyha én a klubhű vagyok, akkor én nem mehetek el egy Fradi meccsre, ahol játszik a Chelsea-vel. Uh-huh. Érdekes. Na jó, a hajrásosok az nem jó, ugye? Hát nem igazán. Mert hogy valaki ezt is... Ezt is elkötöm. Ott vannak a jó megfejtések. Azt se jó, hogy mind, FPC mind. Elmondat, feltámad. Hát igen. Jó, de nem ez a jó. Nem ez a jó. Egyébként nagyon könnyen meg tudja ezt mindenki nézni interneten, ha valaki esetleg nem tudná. Ma is, mint tegnap, 2 darab jegyet adunk, méghozzá nagyon klassz kis jegyet a kapu mögé. Úgy a kapu mögé, hogy közben bent vagytok a stadionban természetesen. És... mindenki másodmagával mehet. Tehát ma is 2 főre szól az darabja ajándék. 22 000 egyébként, ha megvennéd, úgyhogy az egy elég jó kis ajándék. Az combos. Az igen, combos. Csak, igen, csak is holnap után is, még hétfőn is. Mennyi jön a Chelsea, azt tudjuk? 1 millió euróért. Oh. 309 millió forint. Én mintha ezt olvastam volna, 1 millió euró. Az amikor ott ülsz egy ilyen Entergon belőtt, és azt így elutalod. Hogy de kell. De jó lenne ezt már. Na jó, utaljunk. 1 millió eurót kért a Chelsea. Hát a jó repülőjegy is, érted, az benne. De nem olcsó. Hát ez kemény. Nyilván éves szinten az ilyen profi kluboknak ebből azért komoly bevételük van, hogy eladják a csapatokat különböző meccsekre, ahol játszanak egy barátságosnak mért mérkőzés. Nem, hát a Barszának is énekének nagyon sok pénz jön ebből be. Vannak, most érted? Ha szétdobod a játékosok között klubvezetés, akkor nem olyan sok az 1 millió euró. Hát egyébként úgy tényleg nem. Akkor szóval eljön, mit tudom én, 20-22 játékos, vezetőedző, ez az, repjegyek, stb. Nem egy akkora össze. Is kell valamit hagyni otthon. Feleségek, ölebek. Bárcsak azok is eljönnének. Jó, ez tehát a kérdés, jó? Jó, kapott. Egyet mondjál már, rákeresek. Mit? Egyet mond, Chelsea feleségek, így keresem a Google-in. Vagy angol focista feleségek, hát mindegyik. Hát. Sylvie van der Vaart nekem a kedvencem, de ők már nincsenek együtt. Aha, tehát szabad. Hm. És nem is Chelsea játékosról van szó, de labdarúgó feleségről. Na, hát ő. Ugye most milliárdokat keresel, jól focizol, hát most miért lenne ronda barátnő? Ja, az is igaz. Nem? Hát gyönyörű nők egyébként, tényleg. Van egy feleség, nem tudom az melyik klubnál van, aki körbe jár, és most már azt hiszem a 4. focista jár vele éppen, és előtte már úgy a kapus is, meg még úgy egyik el is vette feleségül, ez nem tudom melyik klubnál van, de hogy most éppen a 4. játékosnál landol. Az a sor elején vagy az rendben, amikor sor végén áldul. Hát szerintem mindegy. Mert edzés előtt kidumálják, te az új nőm, gyerekem. Gyerekem, igen. A fektetett 8-as apám. Igen. Csak hogy behozott, hogy szeretném bemutatni az új barátnőmet, tudod, és 4-en elfordulnak. Hát te is! Elcsinálj, és tudod.
és négyen felteszik a kezüket, és elkezdenek nagyon tapsolni. Szép volt, igen. Jó, tehát a Ferencvárosi Tornaklub jelmondatát keressük, jó, várjuk az SMS-eket. SMS számunk változatlan 06-745-00-00. Mindjárt jövünk a nyertessel a reklám után. Fél tíz múlt, pontosan 5 perccel. Hello mindenkinek, jó reggelt. Egy jó kis train itt a Morning Show volt. Majdnem olyan volt a vége, mint a Hooligans. A train nem szeretitek? Ez jó. De hozzájuk jobban passzolt ez a befejezés. Az igaz, igen. Van egy fontos SMS, ezt mindenképpen be akartam olvasni, hogy azt mondja, hogy Marika néni imád titeket, kedves kém, és nagyon figyelmes lenne veletek azért a két jegyért. Jelige mi? Szerintem övé. Nem tudom, hogy álltok ezzel a kategóriával, de figyelmes lenne velünk egyébként azért a két jegyért, Marika néni. Hát nézd, ha jó milf, nem? Hát. Csak otthon kell megbeszélni. Küldjön, legalább egy képet küldjön, hogy nehogy aztán itt nagyon durván mellé nyúljunk. Jó, befőzés közben legyen, jó? Egy szál köténybe. A gáztűzhely előtt. Legyen karancs. Igen. Jó, ha valaki ma nem nyer, ne aggódjon, van még egy. És alig 6000-en akarnak jegyet nyerni, igen. Tehát hogy van esélyetek, így az SMS számot elnézve. Igen, holnap után, sőt, mint még hétfőn is adunk 2 darab jegyet, úgyhogy ha ma valakinek nem sikerül, többen lesznek azok, akik majd így érzik a játékos visszahívása után, azok ne keseredjenek el, holnap után és hétfőn is sorsolunk még jegyet. Na, mutatjuk a nap legjobb pillanatait, hogy miről is beszélgettünk ma. Felfedeztük ugye a felirat bűnözést, mármint hogy Jani, aki egy titokzatos idegennel harcot folytat, ugyanis ugye hát kiírtad a poharunkra, ami a kávégép alatt van, hogy ne vigyék el. Igen. És valaki elkezdett neked üzengetni, próbáltuk megfejteni, hogy ki volt az, miért csinálhat ilyet, ki az, aki a kollégán közül esetleg esélyes lehet arra a címre, hogy ő legyen majd az, akit rajta kapunk. Valakinek nem tetszett, hogy ráírtad a papírra, hogy ne vigy el, vagy a pohárra, és válaszolt neked. Provokációt érzek a dologban. Egyrészt utálom, hogy összefirkálják így ezeket a szépen elkészített, akkurátusan felragasztott feliratokat, amik ráadásul udvariasok is voltak, mert hogy azt írtam, hogy légy szíves, ne vigy el, és még egy kis smiley-jellel is megbolondítottam a végét, hogy érezze a törődést. Ott hibáztál egyébként. Igen. Szóval megpróbáltuk kitalálni, hogy kifirkálta össze a poharunkat, valamint vendégünk is volt, nagyon érdekes dolgokról beszélgettünk vele. Ugye napvilágot látott egy cikk, miszerint hát tulajdonképpen C-vitaminnal lehet gyógyítani a rákot. Meghívtuk Lenkei Gábort, és arról beszélgettünk, hogy igaz lehet-e ez a kutatás. Nagyon sok érdekes dolgot mondott, ezeket a pillanatokat most újra megmutatjuk. 3:10 múlt, pontosan 4 perccel. Hello mindenkinek. Jó reggelt, hallgattam itt az ismétlést. Ez a bögrés történet. Most mi van a bögrével? Vagy hol? Most letetted, vagy írtál rá? Igen, most a bögre az vissza van téve a helyére, majd rajta van ugye a szerinted kérdés, egy kicsit tovább gördítve a dolgot, visszapasszolva a labdát annak az illetőnek, aki ráért, hogy mert, majd meglátjuk, hogy hogy folytatódik. Tehát most úgy állunk, hogy te ott volt, odaértett, hogy ne vidd el, ő valaki, ugye nagyon izgalmas eredmény, mert, nagyon intelligens, mondod rájött, hogy mert. És olyan, Jani, most visszaért, hogy szerinted köcsön. Szerinted. És most visszaértett, hogy szerinted, de csak ennyi, hogy nem szerinted. Nem, az egy későbbi stádium. Ja, bocs. És visszaraktad a helyére? Vissza van akkor a helyére, és majd megnézzük, hogy szépen ebből mi fog kisülni holnapra. De miért nézzük meg most? Mert akkor nem tudjuk megkérdezni, hogy remézenéket hozott a Csab. Nem, azt megkérdezzük a Csabit, hogy elmondom miért. Mert ha most valaki ráírt a bögrédre, akkor le tudjuk szűkíteni, hogy azok, akik most érted, tehát hogyha holnap nem nézzük meg, akkor holnap megint fogunk állni, ki volt itt egész nap. Ha most, ha nincs semmi, akkor nem szűkít. Ha van valami, akkor viszont mi van? Akkor viszont le tudjuk szűkíteni arra, akik most itt vannak a rádióban, mondjuk nem lesz egyszerű, mert egy olyan 300-an itt vannak. Meg most már belekeveredett a Lenkei is. Igen. Ő is hívott egy kávét. Anna, hozd már ide, léci a bögrét. Hol tartod ezt a bögrét? Ez hol van? Ez a kávéfőző hát alatt? A kávéfőző alatt. Hát azért van, hogyha esetleg mondom, ürít a gép, van egy ilyen automatikus ürítési funkciója, hogy tisztuljon egy kicsit így a cső. Figyelj, én ezt imádom, ezt az ha legyen alatta. Ezt a mert, ezt nagyon szeretem, és szerintem ez neked szól. Tehát ezzel szerintem téged akarnak húzni, nekem ez szent meggyőződésem. De én ezt szeretem. Tehát ennél prostóbbat, mert... Ez, és tudom, hogy te egyébként téged ezzel ki lehet dolgítani. Igen, eleve utálom ez, azért. Ez neked szól, szerintem. De ebben biztos vagyok, hogy ez neked szól. De mert miért utálod? Mert? Miért utálod? Srácok, csak mondom, üzen, ha hallasz, a parázs is égethet, nem csak a bozott tűz. Mint az a találós kérdés, hogy melyik három kérdés hangzik el a verekedés előtt? Mi van? Van rajta új. Itt van. Na mondom neked, mondtam, itt van. Ne vidd el, köszi, smiley-el, Jani.
kérdés, mert ugye erről beszélgetünk ma reggel, kérdőjel nagyon intelligens módon, szerinted ott a válasz, amit ugye te raktál rá. És mit írta le? Sok kérdőjel, és ugyanaz írta a mertet, mert ugyanúgy írja, tehát ez biztos, hogy ugyanaz az ember, mert a tied. Nem a, bárki csinálja, imádom. Nem az enyém, de csak akkor írja rá alkoholos filccel, hogyha a tiéd, mert hogy egyébként ráírt a pohára. És ráadásul kiborul az alkoholos filccel. De mert alkoholos filccel ír rá a pohára, most már tudom, hogy ez semmi köze nincsen. Szól, mert tudták, hogy te ezen kiborulsz. Nagyon prosztó, primitív módon alkoholos filccel. Mert a tiéd. És ha megnézed a mertet, ugyanaz az ember. Tehát nem valaki bejött hallgatva a műsort és elkezdett húzni, tehát ezt ugyanazt az ember írta. Mutatom neked, tessék, sok szeretettel. Hát nagyon jó. És kiborul az alkoholos filccel. Jézusan, de holnap bekamerázzuk a helységet, Jani, veled vagyok. Tegyünk kamerát. Szereznünk kell egy kamerát. Vagy őriztessük a gépet az őrrel. Na? Figyelj, valaki utá. Itt konkrétan rád mentek. Tudták, hogy te ezen kiborult. Ez most a szemmeggyőződésem, hogy ha ez egyszer kiderül, ki volt, az tudja, hogy te ezen kiborult. Hát biztos, ez neked szól. Utána több pohár lenn. ez neked szól, ezt is lefotozzuk. Hihetetlen. Csabi, te vagy? Nem te vagy? Nem én vagyok, de szeretem, amikor Sherlock Holmes-ot játszotok. Igen, nagyon durva. És a végén kiderül valami turpisság. Mi a válaszom? És tudom, hogy a Jani ezen napokat fog gondolni, hogy ki írta, hogy ez most mi? Nem, azt írta, hogy mert ilyen, nem, az a baj, tudod, mi van? Tudod, mi van, ha nem válaszolok, hanem csak egyszerűen szépen letakarítom ezt a poharat, akkor az lesz a következő magas labda. Le van takarítva a pohár, rá fog írni valami. Jó, figyelj, takaríts le, mert arra már nem fér rá. Vagy írjál rá valamit alulra, vagy takaríts, és hagyd de már most már hogy néz ki, érted? Tehát, hogy én meg reggel nem akarok így bejönni, hogy meglátom, és már frusztrált vagyok, és feszült. Mondjuk egy ilyenen csak te tudsz kiborulni, tudod, mennyire frusztrálna engem, hogy egy kávéfőző alatti pohár össze van firkával. Tehát annyira frusztrálna, hogy el nem tudom mondani. Mennyire. Te is nem felé, hogy kikészülnél. Hát, te napokig nem tudnék megszólalni, hogy egy darab pohár össze van firkával. Figyelj, szörnyű. Itt volt a Lenkei, elmondta, hogy ti saját magatoknak okozzátok a betegséget. Ez így van. Engedd el, csapd a földre. Ez most, csapd a földre, nekem, ez most neked egyenes út, egy pszichoszomatikus betegség, ez így jelenik meg a gyomorrák, a belül keletkező feszültség, az elfolytás, az idegeskedés, a visszanyelt frusztráció, aztán nyeled. Vagy pöcsnő az államra. Mi lesz a sok elfolytás után, egyenesen jön a gyomorrák? Mi történik? Pszichoszomatikus, és te szépen megteremted magadnak. Még a fülét is összekoszolta, hogy itt oda néz. Honnan tudod, találkoztál vele? Kire koszos a füle, nézzük meg. Bárki az nagyon ráérzett, hogy te ezzel nagyon könnyen szivatható vagy. Ezt miért nem velem csinálják? Azért, mert pont tudják, hogy... Mert nincs saját pohara. egyrészt mindenkinek, valakinek mindig a poharából iszom, nincs saját pohara, mindig leasingelek egy poharat. Kettő, annyira nem borulnék ki ezen. Én ezeket nem értem. Tehát, hogy így tényleg valami nagyon hiányzik az életéből. Egy pohár. Az izgalom. Figyelj, picit én neki drukkolok. Bárki az. Én most elkezdtem várni az üzenetet, hogy te most erre visszaírt, írt, ez most ne hagyd abba. Ezzel sem csodálkoz. Tehát ez, ne vonulj vissza, erre most valamit írjál, de valami durvát. Grafológus hívjuk. Hívd ki holnap 8-szeri a büfére. Gyere ki holnap 8-kor a büféhez, te paraszt. És állj ott 8-kor, és kijönnek 4-el kávézni. Hárman dolgyaz, és tudod, hogy ott van, de még mindig nem tudod, hogy ki az. Csak ott áll. Már ki darabban. Mindenki írja le, hogy mert egy papírra. Igen, majd tényleg írja, hogy mindenki vagy mert, és nézd meg egy grafológus. Hív ki 8-kor a büfé elé. Ha nagy a szád, holnap 8-kor a büfé előtt, és állj ki oda. És várj. Ha legyen 9, akkor már biztosan. És kimegyek veled. Én kimegyek veled 9-kor. Kérdelj, hogy mert? Kérdőjele? Jó? Nem te vagy. Jó? Jenő Léc? Köszi? Nem? Igen? Titus? Árpi? És? Roli? Közte lenne? Szerintem nem, nincs köztük. Na mindegy. Jó, hát a puha vagy, ha nem írsz valamit. Hívjuk a nyertes közben, jó? A Fradi játékunk nyertesét. Nem vonulhat vissza. Figyelj, hallgatják az adást, felvették rá a kesztyűt. Rá fogok írni. Jó. Rá fogok írni. De én papírra, ami eltávolítható. Nem így rá az üvegre. Na, kettő darab Fradi egy a tét, ugye? Paraszt. Imádom, nagyon jó. Bárki vagy, neked drukkolok. Jó reggelt! Jó reggelt! Jaj, hello! Azt hittem a Morning Show-t vártam, de még nem a naphallgatóját hívjuk. Hello, jó reggelt! Mondasz egy kereszt nevet nekünk? Két napot, Péter vagyok. Péter! Hello, Péter! Hol hallgatsz minket helyileg? Én Pesten vagyok most jelenleg. Pesten. Volt egy kérdésünk... Mégpedig az, hogy mi a Ferencvárosi Tornaklub jelmondata. Az erő, erkölcs, egyetértés. Ennyi. Tapsolhatunk? Nagyon nagy. Tapsolhatunk? Szerintem igen. Tapsolhatunk. Hallgatjuk is a tapsot. Bali. Most. Na még egyszer. Hallgatjuk is a tapsot. Jó, de szép. Oly.
Kettő darab jegy a Fradi Chelsea meccse augusztus 10-ére. Vasárnapra a kapu mögé. Így van, erkölcselő egyetértés, ez az a három E betű amúgy, ami látható a klubnak a címerében is. Három darab kis E betű. Így van. Gratulálunk neked, érezzétek jól magatokat. Jó, köszönöm. Köszi a játékot, ciao. Hello, hello. Hívjuk a naphallgatóját is. Mi van, ez ugyanaz a személy, aki ellopta a szemüvegemet is? Egyébként ez egy jó kérdés. Hát? Írjunk neki valami durvát. Akkor mégse a Janit szivatja. Azt írt, hogy legyél kint holnap 8-kor a büfinél a bali szemüvegében. Igen. Akkor megyek én is. Rohadtól vagy. Itt száradna le a kezem. Igen, tetszik. Hello, morning show, Balázs, Csabi, Jani, Feri, mindenki, hello. Jó reggelt, és nem loptam el semmit. Nem loptál semmit. Nem mondtad, hogy morning show, de szerintem azért, mert nem számítottál rá, hogy te leszel a naphallgató. Én hittem, hogy egy zaklató hív, hogy elloptam el. Gondolkoztam, hogy hol voltam tegnap, igen. De biztos, hogy nem én voltam. Imádtuk az SMS-edet, ugye? Imádtuk, mindjárt mondom, hogy mit írtál, ugye Lenkei volt a vendégünk, Lenkei igen. Gábor, és a C-vitamin hatásáról, vagy ellenhatásáról beszélgettünk, és kb. 20. percnél jött egy ilyen SMS, hogy Lenkeiről megkérdeznétek? Megkérdeztük, nagyon jó véleményen van magáról, nagyon felkészültnek tartja önmagát. Igen, nagyon jó szimpatikus, kedves, jó humor embernek gondolja önmagát. Nyilván nem humor volt az SMS, de mi nagyon szerettük, gondolom, hogy később érkeztél bele a beszélgetésbe, ugye? Így utólag úgy, persze, humor volt, igen. Igen, nagyon szerettem. Később kapcsolódtam be, és hallgattam, hogy milyen jókat mondom, végre még egy olyan ember, mint a Lenkei, aki szembe száll. Aztán mondták, amikor már elküldtem az SMS-t, és akkor a reklám után még visszajön a Lenkei. Ó, mondom, igen, de nagyon elküldtem. Szerettük a Lenkeiről megkérdeznétek a kérdést a 20. percén a beszélgetésnél. Nyilván tudtuk, hogy persze később jött. Jó van, viszont hát te vagy a naphallgatója, ajándékcsomagot azért nem adunk, mert nem mondtad, hogy morning show, de a kitüntető címet. Morning show. Hát késő válasz. Ma mindenben késő riadsz picit, igen. Van viszont plusz ajándék, azt majd meghallgatod a reklámblogban. Bizonyám. Jó, bizony, nagyon szépen köszönöm. Szép kis ajándékok. Jó, azokat elküldjük neked. Köszi, hogy minket hallgatsz. Jó. Nagyon szívesen, mindig is. A morningshow.hu-n az a beszélgetés elejét is vissza tudod hallgatni, mert lemaradtál. Ahol ott van az amikor. Ahol hogy ő a Lenkei. Jó, nyugodtan. Ki volt benn? Ciao, köszi. Köszönöm, sziasztok. Na, filozol mi? Adjalok rajta, igen. Mert? Hogy milyen szintre vigyem a beszélgetést. Igen, elmondom neked, aki ráírod egy pohára, hogy létsz és ne vidd el smiley ellen, és visszéri, hogy mer, nyugodtan. Lehet-e kemény? Nyugodtan. Vagy írj egy regényt arról, hogy miért nem gondolod, vagy miért gondolod fontosnak, hogy ő ne vigye tudod, el. Van az a mondás, hogy ne hempereg disznókkal, mert te koszos leszel, ők megélvezik, de most hemperegél nyugodtan. Ja, most viszont mi élvezzük. Néha szeretek hemperegni. Nyugodtan menj bele. Csabikám, remek zenéi lesznek? Hozom azt a zenekart, akik tavaly nyáron koncerteztek itt Budapesten, a Paramort, egy rock csapat, a Jani biztos ismeri őket. Az Ain't It Fun című újdonságot hozom tőlük. Nagyon jó. Hayley Williams, énekes nő. Nagyon őrület. Szép, mutatós, jó hangú. Őrület. Mutatós? Igen. Őrület. Jól van. Oké. Okay. Mindent elmondtunk? Minden. Érzetem van. Legközelebb hozhatnál már egy számot Ferinek is a Running White-tól. Running White. Tényleg, ma este hol vacsoráztok a Running Sushi-ban? Nem vacsorázunk. Forrest, hova mész fénytenni, Forrest? Már nem eszem. Ja. Csabi jön a kívánság műsorra 555 55 00. Ez a telefonszám, itt tudtok tőle dalt kérni, mi pedig jövünk holnap. Szevasztok! Sziasztok! Csáu, csáu.